Ha minden igaz, talán most működik. Reméljük, de ha nem, akkor szóltok róla.
mert hogy mikor máskor egy iszonyatosan várva várt pillanatkor kell szórakozni a rúteremnek. És nagyon remélem, hogy a rúter szórakozik, és nem más, mert itt az OBS is valamit irkált ki nekem. Hát vagyok vele jóba. Aztán újraindítottam, router újraindítás is volt, meg minden. És látom, hogy itt nagyon-nagyon vártatok. Várok tőletek majd visszajelzést, hogy milyen. Most szakadozik-e, vagy bármi, játék közben szakadozik-e, mert hogy nem szeretném, hogy se a ti élményetekből, se az én élményemből bármi elvegyem, vagy közbeszóljon, mert gyerekek, a God of War, ne szívass már! De tegnap óta ezen kattogtam, hogy játszok már vele! Fú! Na, remélem tényleg működni fog, majd az is kiderül, amikor elindítom a streamet, mármint a játékot, hogy akkor hogy fognak összebarátkozni, de úgy képzeljétek el, komolyan, úgy képzeljétek el, hogy stream előtt teszteltem, minden jól működött, még egy nem privát streamet is csináltam, hogy biztosan leteszteljem a játékot, hogy minden készen álljon, és erre tessék. De nem, amúgy ez full tipik. Na, tehát akkor visszaolvasva, és nézve, hogy kik vannak itt velünk, egyrészt hatalmas nagy sziasztok, és köszönöm szépen, hogy kitartottatok itt a kis felvezetővel. Egy hatalmas nagy szia Nikolnak, Zsuzsinak, Krisznek, Rolandnak, Bertinek, Győzőnek, és pörgetem a csetet, remélem nem hagytam ki senkit, nagyon szuperek vagytok, hogy itt vagytok. Hú, mit is kezdjek el nektek még mondani, ahogy a God of War-ról, meg még ezzel kapcsolatban, ja igen, God of War, ügyebrát, 2018-as játék, ennek is a stream előtt néztem utána pár perccel, mert itt agyaltam, hogy mikor is volt, 2018-as. Eddig jó elvileg, remélem így is marad, mert mondom, elkezdjük majd a játékot. Ha bármi akadozás lenne többször, akkor inkább abba hagyjuk, és megoldom a technikai zűrt, és majd akkor kezdjük el, amikor minden jó. De remélem nem lesz, és most az OBS is velünk lesz, meg a router is. Na, tehát visszatérve. God of War, és ugye a szinkron sarok készített hozzá magyar szinkront. Szerintem nagyon adja, nagyon-nagyon adja Kratosnak a hangja, és amit mindenképpen mondani akartam nektek, valószínűleg többen is játszottatok ezzel a játékkal, de ne felejtsétek el, hogy mindenkinek, annak is új élmény lehet, aki már játszott ezzel a játékkal, de azért már eltelt pár év, meg azoknak meg hatalmas nagy új élmény lesz, akik most találkoznak vele először, és látják streamben is, hogy mégis miről szól, és milyen is ez a God of War, meg a világa, meg az egész. Így egy gyors kérés, senki semmit ne spoilerezzen, ha segítséget kérek, akkor az meg elég hangosan és rikítozva fel fogom tenni, hogy csak segítsetek, ha valahol állak addig, de nem lesz ilyen. De arra gyors, Zsuzsi nyomkodja a szívecskét. Ja, én is láttam, hogy itt van valami új cucc. Mi a túró, az a szívecske? Várjatok, én sárnyomok. Szívecske! Mennek a szívecskék. De menő! Nagyon állat. Tényleg, látom, ott pötyögnek a szívek. De cukik vagytok! Mik nem vannak? Ez a YouTube. Na, biztos ezért van, mert YouTube belerakott valami új funkciót, és ezért halt meg a stream. Valakire rá kell fogni. 100%, azaz. Na, micsoda, farpofával is szorítok, érted? Köszi, Nikol! Kriszt is írt, hogy működik, Zsuzsi is írt, hogy most jó minden, meg hurrá, sikerült. Igen, nagyon-nagyon kis ötletes dolog ez a YouTube-tól. No, tehát ezt ne felejtsétek el. Mit akarok még mondani, hogy... Ja, még egy kis plusz sztori. Tegnap, amikor már sokkal vagy egy héttel ezelőtt feltelepítettem a God of War-t, Epicről szereztem be, azt hiszem 16 ezer forint környékén volt valami, és mivel számoljatok vele, hogyha kedvet kapnátok rá. És ugye a szinkron hozzá teljesen full ingyenes, és ha jól tudom, igen, mert jól tudom, a szinkron sarok lényegében ők egy pár főből álló, hogy mondják ezt szépen, maguktól működő szervezet, tehát senki nem fizeti őket, hanem van nekik is egy külön kis helyük, ahova érkezhetnek donétek, és akiknek tetszik és szimpatikus ez a szinkron, ők támogathatják őket ezen munkájuk miatt. Több játékot is leszinkronizáltak.
A lényeg, nagyon kíváncsi vagyok, meg gondolom ti is a szinkron. Nem is húzom tovább, mert megint sokat beszélek, és nem játszunk, és nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon remélem, jól fog működni minden. Na, azt mondja neki, játék. Puty, ott van gyerekek. Jaj, te jó lesz, nagyon jó lesz. Szia, Árcsi! Szia, szia! No, hangot is beállítottam előre, elméletileg mindennek jónak kell lennie. Készen álltok? A kalandra? Készen álltok? Megint pötyöghetitek a kis szívecskéket. Nagyon cukik azok a szívecskék, és ne felejtsetek el, ahogy mondtam, írni, hogyha nagyon szakadozna valamiért a játék, az adás, vagy bármi ilyesmi. Mondom, remélem, meg ne legyen semmi ilyesmi. És remélem minden jó lesz, mert ha a vége jó, akkor minden jó. No. Hú. Ez az, pötyögnek a szívek, ez az, akkor azt mondjuk neki, hogy új játék. Úgy blablabla, igen, megerősítjük. És kiegyensúlyozott élményt szeretnék. Ja igen, magyar a menü, magyar felirat is lesz hozzá, a szinkron és a néha a magyar felirat minimálisan ugye eltérhet egymástól, de úgy voltam vele, hogy inkább rajta agyom, hogyha teszem azt valaképpenséggel nem tudná hanggal nézni, azért legyen rajta magyar felirat is. No, kiegyensúlyozott élményt szeretnénk, mert nem vagyunk olyan típusok, akik csak a történetre mennek rá, és nem szeretnek zúzni. Mert mi szeretünk. De azért nem megyünk rá a hard módra se. Na, tehát kiegyensúlyozott élményt szeretnénk. És ott is van! Kratos! Santos! Valami ilyesmi zene volt a God of War-ban. Nagyon-nagyon jó, már most a zene. Rögtön belemerülünk a világába. Azt mondja, a Leviatán fejszelendítéséhez nyom meg az egeret. Fát vágunk. Belevágtunk a kéznyomba is. Lejött neki a csuklószorítója. Az fontos, ha az ember fát vág. Oh, ez a szene. Imádom. Találtam bárat. Szállj be a csónakba, fiú. Titeket is már rögtön behúzott a hangulata? Közben kérek gyors visszajelzést, minden tuti, mindent hallottok rendesen. Nincs szakadozás. Megint jó zene. Nagyon epik, írja Zsuzsi. Nikol írja eddig jó. Nagyon jó a hangja. Ügye ez az. Nagyon eltalálta Kratos hangját is, meg a fiújét is. Hozzáköszem a csónakhoz. Jaj, de jó. Imádlak én is titeket is, olyan jó, hogy működik. Mármiatt úgy örülök. Na. Hú, ez most számomra lesz majdnem olyan, mint egy történelmi pillanat. Úgy imádom ezt a játékot. Igen, kérlek, fiú, közd hozzá a csónakhoz. A botomat. Fiú. Köszönöm szépen Roland is, meg Árcsi is, meg Nikol is, meg Zsuzsi is a visszajelzést, örülök. Elég lesz.
Kövesd a folyót lefelé. Csónakázzunk egy kicsikét. Oda nézzetek, apám. Gyönyörű. Igen. Megváltozott valami? Olyan másnak érzem az erdőt. Minden más, fiú. Ne foglalkozz vele. Igen, uram. Igen, uram, azt mondja az apjának, mi durva. Gyönyörű, gyönyörű ez a játék. Kicsit visszavettem a grafikát, hogy a streamben ne legyenek laggolások. De szerintem így is gyönyörű és csodaszép. Jó erőben van Kratos. Zsuzsi írt az előzőre. Egy pici botocska. Éppen, hogy egy pici kell nézve. Pikpak fölkapja a vállára. Jó erőben van. Óvatosan suhingassál azzal a faával, de úgy fejbe találjuk a gyereket. Az szép lenne. Fiú, gyere! Puk! Az szép lenne. De gyönyörű. Gyönyörű, szép. Közben tudunk kicsit, de csak kicsit nézelődni, mert közben elkezd erre-arra menni. Na, Krisz a Ragnarökkel játszik PS5-ön. Király! Én is biztos fogok majd azzal is játszani, amint ezt végigjátszottuk. Meghoztuk a fát. Ez volt az utolsó. Ott is ott vannak ilyen kis kéznyomatok. Ha láttátok. Most átkerült a kamera a fiúra. Milyen jó kis tetkói vannak, figyelitek? Ó. Ők engem. Ez valami rituálé. Temetési rituálé. Nem hívnak ők engem. Lám, hívnak ők engem. Lám, hívnak ők engem. Lám, hívnak ők engem. Készen áll. Akkor ő az anyjuk. Rögtön kemény történettel kezdődik. Ez annyira szép pillanat, hogy nem akarok nagyon közbe beszélni. Hm.
Sajnálom. Nyomd össze. Ez a kés az övé volt. Most már a tiéd. Megtanított vadászni? Ameddig tudott. Utasd. Most? Most. Most. Fú, ez a szene is, meg ez tényleg gyönyörű pillanat volt, még mindig kiráz a hideg. Íre is, Nikola, egy 100-as epik elleni fog, ha ilyen megható részek lesznek benne. Bizony, bizony, bizony. Mire vadászunk? Szarvasra fogsz. Merre? Amerre a szarvas van. Rendben. Erre. A megjelölt fák. Vadász Atreusszal. Tehát a fiút Atreusznak hívják. Apám, ezt miért most csináljuk? Tudnom kell, hogy készen állsz az útra. Aztán indulunk a hegyre. Tőled függ, vadász. Most oké, mindjárt elindulhatunk, csak egy picit akartam körbenézni, hogy mégis milyen itt a helyszín. Hát az egér érzékenységen állítani fogok, mert ez borzasztó, annyi gyors. Nagyon utálom, hogyha ilyen hatalmas rángásokat lehet belerakni. Grafika, na melyikbe rakták bele? Ó, egérmód, igen. Egér viszintes és függőleges sebessége. Ebből vegyünk egy picit vissza, mert ez nagyon erős. Forgatási sebesség a kamerán, azon is vegyünk vissza. Aztán majd lehet még ezen egy picit fogok állítani. Ez így most egyelőre jónak tűnik. Fú, ez gyönyörű, egy tényleg gyönyörű kis videó volt. Tényleg rögtön bele a történetbe. Nyomok, de nem szarvas. Tovább keresek. Annyira jó. Szinte rohadt jól eltalálták ezt a szinkron. Nézzétek, már ott csillámlik valami. Körülnézéshez használja ma valamit. Kamera beállítások ibetűt mutatott. Ó, hogy itt mennyi minden lesz. Jaj, de szeretjük. Na majd ezt is kiismerjük. Azt vedd föl, igen. Fedez fel a világot és keres értékes zsákmányokat, tört ezüst. Még mindig mintha sok lenne a kamera érzékenység, de majd... Újabb nyomok. Mi volt ez a csilingelés? Igen, de túl kerekek. Talán vaddisznó. Helyes. Ó! Oh! És most? A rés átugrásához nyom meg a space gombot. Ácsi, nem láttam, Elfi, amit írtál, de minden esetre jobbulás, mert... Ugye a Streamlabs törölte, aztán most nem tudok oda kikattintani, hogy megnézzem, de minden esetre jobbulást kívánok. Na, talált szarvas nyomokat Arteus. Aha, space-szel ugrottunk ezen is át. Aszta! Megtaláltam! Lassíts, fiú! Bocsánat. Vadászol a szarvasra, nem kergeted. Ha. Igen, apám. Várj, ott csilingel valami. Ő meg ott is lehet valamerre másfelé menni. Lerombolta a hidat. Hogyan jutunk át? Állj félre. Leviatán fejsze kézbevételéhez nyom meg az egyes gombot. Igen. Célzáshoz tartsd lenyomva mi? A bal kontrollt, ne várjatok ehhez, nekem jegyzetelnem kell célz. De miért kell a bal kontrollal céloznom? Bal kontroll, célzás. Miért nem a... Na mindegy, majd, hogyha nagyon nem tetszik, max átállítjuk. Igen? Menjünk.
Fejsze visszahívásához R gomb. R visszahív. Visszahív. Tipik God of War. Ugrik. Ott van. Várj. Mégis mi csinálsz? Most már fél tőlünk. Csak akkor lőj. Csak akkor lőj, ha azt mondom. Sajnálom. Nagyon elhamarkodott volt. Ne sajnáld. Légy jobb. Találd meg. Találd meg. Hű. Nagyon kemény Kratos. És nem adja vissza addig az íját, amíg meg nem találja. Ugye rögtön meglát és belelőtt, és az nem tetszett neki. Mi? Az íjamat! Nem! Nem állsz készen! Maradj ott! Gyenge támadás, erős támadás, aha. Nagyon jó! Aj, tipikodott volt! Új ölési feladat, Draug. Rogue bukása. Persze addig álljon ott a fiú. Mi baja lehet? Védekezéshez tartsam nyomva a Q gombot. Kitérés, VSAD, meg space. Szóval gondolom dodge-olok. Ja nem, azzal ugrok félre. Aha, aha. Köszi, jó fej vagy. Halljátok, jó fej ez a fiú. Ó, perizés! Ha időben védekezem, akkor stunolódik az ellenfél, ha jól láttam. Ha? Most nem, sikeredett. Aha. Közben írja Nico, hogy a nagyon gyors jelentekben beszaggat. Ó, akár. Közben Susi megírja, hogy Kratos magyar hangja, Schneider Zoltán, tökéletes választás. Tűrhetők azok a pici beszakadások, vagy nem annyira? Mert ugye mondtam nektek, nem szeretném, ha az élmény itten károsodna. Én... igen, erre! Az életerő visszanyeréséhez keresd gyógynövényeket. Add ide! Ah, széttéptük, vagy szétnyomtuk, szétlábasztuk, mindegy, értitek? Közben iszonyat meleg van. Igenis fiú, tehát arra szeretnél menni, várja még ezt a... Tehát így dobom el a fejszét, ezt még egyszer akarom nézni, és akkor így hívom vissza. Aha, ah, te gyönyörű. Susi írja, nem szavarol a szaggatás. Szerintem Nikol megírja, hogy játsz még, megmondjuk. Ah, te gyönyörű vagy, szarvaskoma. A régi templomba ment, de anya megtiltotta, hogy oda menjek. Most csinálunk, amit akarunk, fiú. Nincs kifogás. Eddig nem mehetett a régi templomba, de most már bemehet. Hangok is jók-e? Halljátok-e rendesen a párbeszédeket? Nézd! Most már visszakaphatom az íjam. Eltalálod innen? Nem a közelben van még. Nem ott messze. Közelebb kell mennünk. Anyámmal rengetegszer voltam vadászni. Na. Te sosem akartál magaddal vinni. Most miért? Kérte tőlem, és ideje is volt. Értem. Érdekes, akkor nem volt valami szoros kapcsolatunk eddig a fiunkkal. Dragon! Az ellenség életerő sávja. A harc közben az ellenség életerő sávja. Igen. Jó, hát köszönjük. Itt a célzásnál, vagy nagyokat kell mozdítanom.
egy hívvel védek, ezek hú. Meg lesz. Hú, felizés! Hol? Köszi. Elkaptam. Jó, sokan van neki. Várja, ezzel? Ezzel. Igen, nagy ütés. Eddig meg se tudtak sebezni. Tapasztalatot szereztünk. Miket írtatok? Igen, a hangok is megmondták, jók a hangok. Oké, és akkor ezeket szétnyírtuk. Azt nem kell felvennünk, mert tök jó vagyunk életerőügyileg. Aha, meghúzásához S, kilépéshez E gomb. És most mit kéne céloznom? Miért mutatja, hogy célozzak bármit is? Ó! Várjál erre. Erre gondolsz? A helyére fagyasztottad. Ügyes. Köszönöm. Megdicsért minket a fiú. Szóval... hát ez rohadt menő dolog. Ez itt mi ez itt? Mit kapunk? Tört ezüst. Ó, az ott egy ládikó. Nem arra kell. Jó van, na. Te nem látod ezt a hatalmas nagy ládikót? Oda néz. Neki többé már nem kell. Nekünk igen. Aha, de komoly, kifosztottunk egy sírt. Apám, nézd! Mit szeretnél? Várj, amíg jelzek. Nyugalom. Ne úgy gondolj rá, mint egy állatra. Ez csak egy célpont. Rítsd ki az elmédet. Állj stabilan és lélegezz. Segítsek Atreusnak. Levegő ki Jom, és engedd. Eltaláltam! Szép. Még mindig él. Aj, de szép. A késed. Nem. Fejezd be, amit elkezdtél. Nem már. Olyan szép szeme van. Nem megy. De az is igaz, hogy onnantól már szenvedett, tehát neki csak jobb így, de Zsuzsi síre nekem sem menne. Azt a rohadt, mekkora ez! Győzz le a trollt!
Az F-gombot megnyomva utasíthatom Atreuszt. F-gomb, hogy nyilazzon. Nyíl. Egy adott ellenség célba vételéhez tartsd le nyomva az R-kontrollt, vagy nyomd meg az F-gombot. Ha nyíllal elterelják őket, eltereli az ellenséget Kratos támadásától. Folytatás. Tök aranyos, addig vár, amíg ezeket elolvasom. Kilőhető nyilak száma jobb alsó sarokban látható. Kell egy kis idő, hogy a nyilak pótolódjanak. Aha. Hát te mekkora vagy? F. Várjál. És igen. Most lőjél. Azt a mindenit. Most lőjél? Várjál, így. Sebzem egyet? Sebzem, jó. Készen állsz? Nagyon jó. Lőjél! Ja, hogy be is kell céloznom. Add vissza a fejszémet. Igen, lőjél. Lőjél. Igen. Igen, add vissza. Jaj. Jaj. Atreus, lőjél. Adjál neki. Várjál, én is adok neki. Vissza, fiú. Jó, mondom. Az igen! Dögölj már meg! Ó, a fejét még így pluszban pirossal mutatta. Most kéne, várja, így, így. Annyira nem jó a célzókája. Elfogyott a nyilak. Óvatosan. Várj, ez. Azt hittem már sztenolódol. Mekkora vagy? Kéne lőjél. Gyerünk, adagold neki. Oké, okay, most jövök én. Jó, én is teljesen kész vagyok. Csak nem arra, mire te. Igen. Belelóg a képenbe egy bozót. Jó, fele HP-ja már megvan, gyerekek. Már csak fél óra is megölöm. Lőjed, 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 lőjed! Amúgy közel is mehetnék hozzá, de nekem ez így szimpatikusabb távolról lődözni. Ó! Oh. Aha, most lőjél! Adjál neki! Ez mellé! Oké, akkor most adjál neki, adjál neki, adjál neki. Áááá, de csúnya volt! Fejsze, vissza. Ez az, nagyon jó. Ez mellé. Arteus, Atreus, meg fogom szokni a nevedet. Én jövök. Azta, hát ez rögtön az elején egy boss fight. Uralkodj magadon, fiú! Mindjárt meg lesz, már nincs sok negyed HP. Meg lesz, meg lesz. Vigyázz, apám! Hatalmas, iszonyat
epikus, és rohadt jól néz ki ez a boss fight. Oké, most észrevettél, most adjad neki. Nagyon jó. Már nincs sok, mindjárt meghal. Nem érsz el, nem érsz. Lőjél neki. Jaj, oda kell menni. Menjél oda. Mit nyomok? Mit nyomok? Középső gomb. Alig látszódik. Az igen. Az a rohadt. Kitört a nyakát. Ezt azért, amit tettél! Fiú! Azt hiszed, félek tőled! Hiha? Semmi vagy! Köszi a csícsit, Ácsi! Nézd rám, fiú! Fiú, nézd rám! Elidéztük. Kicsit kiborult. Dühkezelési problémák? Nem állsz készen. Hm. Igen. Mi? Ez most komoly? Megtaláltam a szarvast. Bizonyítottam! Hogy nem állnék készen? Hazamegyünk. Nagyot beszélgettünk. Mondjuk... Még nem. Voltam már beteg. Beteg? Nem tudom csinálni. Hoppá. Nem állsz készen, fiú. Gondolom azért nem mondja neki, hogy miért nem áll készen, mert... Hogy ő jöjjön rá. Egy szót se többet. Hú, ez... Tényleg rögtön bele a lecsóba. Köszi, főleg, hogyha látnám, hogy hol vagy. Eltakar téged a bozótos. Valahonnan innen szólt a fülemből a kis csákó, de nem. Ó, ott van, ott van. Na, miket írtatok? Jaj, nehogy a gyerekre csapjon, írt a Susi. Szerintem néha pedig rácsapott, mert amikor lőni akartam Atreusszal, akkor nem lőtt. Volt olyan, mintha stunolta volna. Itt egy halott harcos. Sajtos köves lángos. Ja, hogy mekkora lángos kapta? Hát igen, osztogatta. Mekkora volt ez a cucc? Hatalmas nagy boss fight volt. Fú! Tetszetős. Na, Atreus, mutasd az utat. Feldobáshoz nyom meg az L-gombot. Az igen. Hát csírja, kicsit ilyen Obi-Wan Kenobi, fiatal Anakin párbeszéd. Mit szeretnél lelőni? Ó! Oh! Az ellenség elkábítása. R3, nem PlayStation-ön vagyunk. Kábultság sávja az életerő sáv alatt látható. Ellenség gyors egymás utánba való megtámadása kábító tósérülést okoz. Megtelik a sáv. Igen. Elkábul. Megragadásához nyomjam meg, gondolom, a középső gombot. Ezt is felírom. Kábult ellenség elkapás. Kábult ellen. Mit csinálok vele? Elkapás. Szintetek mennyiszer fogok ránézni arra, amit felírtam? Nem baj, inkább írjuk föl. A nyilak és a puszta kezes támadások további kábító sebzést okoznak. Tehát akkor a fejszém az tökre nem kábít. Vagy mi? Kratos a fejszét eldobva, vagy az egyes gombbal eltéve válthat puszta kezes támadás. Akkor jól mondom, tehát a fejszével nem kábítunk. Jó, de hát most biztos van, ahol ez hasznos, de még nem értem annyira, ez nekem miért lenne annyira hasznos. És most tud nyilazni is? Csak kíváncsi vagyok. Ha, tudjuk utasítani, hogy nyilazzon. Most meg tudom ragadni. Picikét szétkaptuk volna. Várjál, éve túlbetűvel védekezek. Új kedvenc. Ennyi? Aj, még egy kicsit akartam volna gyilkolálni.
Szeretek egy picit hentelgetni, na! Szia Tamás! Szia, szia! Itt valamit fel akartam venni. Álcsibe közben krémlevest főzött, fehér babbal, egészségedre, jól hangzik. Ezt itt szét tudjuk ütni? Várja, várja, még rá kell szoknom itt az irányításra. Oh, szét tudjuk ütni? Nagyon jó! Ez a másik dolog, amit szeretek. Új feladat, rejtett kamra. Gondolom nem tudod kinyitni, ha? De jó fej! Gondolom nem tudod kinyitni, ha? Hát ez igen. Őszinte a fiú. Őszinte. Jó, várjatok, azokat is szét tudjuk ütni. Várjál, vedd elő a fejszédet? Volt még valami, szeretek is szétverni tárgyakat. Jó, mehetünk. hol vagy? Itt vagy. Jövök, Atreus, jövök. Akkor visszahívom, akkor is megsebzem. Nagyon jó! Éj, ez ugrabugrál. Ugrabugrálás, hogy itt szó nincs. Gyere vissza, fejsze. Hányan jöttök még? Nem baj. Ezt hallom, hogy itt nyiszöksz. Aha. Én is pont ezt akartam kérdezni. A fejsze nem használ! Ellenálló a Leviatán fejsze. Jó, 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 akkor elrakom. Aha, akkor ehhez kell. És fajsan is ütjük! Na mekkora jó! De te tudod nyilazni, adjad neki. És most? Hát ez rohadt jó. Mondtam, hogy ne beszélj. Az igen. Kratos, mondtam, hogy ne beszélj. Hát szép. Hát, tehát akkor a jeges ellenséggel szemben úgy vagyunk jól, közben rohadt meleg van, hogyha ha ütjük őket, és a fejsz az nem használ rájuk. Jó. Jó, jó. Van itt még valami lootolni való? Nincs. Most az nem kell nekünk. Ezt már most látom, hogy le kell fejszézni. Ez nekem még szokatlan lesz, de majd megszokom ezt az irányítást. Ez rohadt jó, hogy visszahívja a fejszéjét. Gyere! Gyere, Ati! Lehet az Atreuszt rövidíteni Atinak? Szia, Té Roland! Szia, szia! És mióta vannak a drágörök ilyen közel a házhoz? Mi volt ez a fagyott dolog, ami ránk támadt? Nem tudom. Viszont maradj csendben. Mindjárt otthon vagyunk. Maradj csendben. Té Roland írja, hogy látom, megy a viking pankráció. Pontosan. Itt mutat nekem valami interakciót. Befelé, fiú. Ez igen. Rakja a hanvait.
Ezek a zenék nagyon jók, nagyon találóak. Zsuzsire hívhatod Attilának is, attus! Na, tehát ez a mi kis otthonunk. Ez ott magában beszél? Igen, a fiunk magában beszél. Gyereknevelést is tanulhatunk azért ebből a játékból. Így kell, mint Kratos. Csendet! Maradj csendben! Itt tárolunk egy kis... búzát? Vagy szotyit? Valamelyik a kettő közül? Na, beszéljünk a fiúval. Elveszítetted a fejed. Meg akart minket ölni. Te is ugyanúgy dühös voltál. A düh lehet fegyver. Ha képes vagy uralni, használni. De neked ez nem megy. Ha elve... Rég voltam beteg. Már jobban vagyok. Ezt már másodjára mondja. Jó. Akkor gyere. Üsselek meg? Csak pacsizni fogunk. De jó. Ah, mi a... Próbáld újra. Miért csinálod ezt? Lassú. Próbáld újra. Hagyd abba! Gyenge! Újra! Újra! Megint ki akarjuk hozni a sodrából. Aha. Ez gyors volt. A dű magával ragadhat. A közelgő út nehéz. És te, Atreus, nem állsz készen. Mi volt ez? Csendet! Mi a... Gyere elő! Nincs értelme bujkálni. Tudom, ki vagy! Mi folyik itt? Ismered? És főképp azt is tudom, hogy mi vagy! Fiú, a padló alá, most! De azt mondtad, nem mehetek le oda! Ki az? Nem tudom. Miről beszél? Nem tudom. Pont nem hallják, befelé, hogy ezt beszélgetjük itt bent. Ki a túró ez? Csak áruld el, amire kíváncsi vagyok. De jó hangja. Nem kell emiatt vérfürdőt rendezni. Szia, tetovált fiatalember! Azt hittem, nagyobb leszel. De kétségtelenül te vagy az. Jó messzire keveredtél otthonról. Mit akarsz? Ó, erre te már tudod a választ. Bármit is keresel, az nincs nálam. Máshol keresd. És én még azt hittem, hogy a te fajtád olyan megvilágosodott. Sokkal jobb, mint mi. Sokkal okosabb. És te mégis itt rejtőzöl az erdőben. Tényleg. Mint egy gyáva, jó. Tényleg. Nem akarod. Azt írja Nicole, hogy Jack Sparrow, te Johnny Depp magyar hangja. De szerintem meg ilyen. Hát ez megütött minket. Hagyd. Készültök a harcra? Az otthonom. Ez... Erre meg kell, hogy ölj engem. Figyelmeztettelek. Végre. Nem hallgattál rám. Mi a túró? Mit akar tőlünk ez az emberke? Mindenképpen harcot akar, az már kiderült. Jól van. Most így jövök! Az igen! Hogy ez milyen kiábrándító.
Gyerünk hát! Kérdezi közben Ács, hogy ez melyik odokból. A 2018-as, ami PC-re is megjelent. Az idegen. Még mindig... Hoppá! Nem tudjuk, hogy mit akar, de... Újabb boss fight, gyerekek. Az igen. Hol vagy? Perizés! Legalább próbálkoznál! Basz igen! Hol vagy? Basszus, docsolni akarta, nem sikerült, most se. Az kemény egy emberke. Jajjaj, most docs, nagyon jó, most sikerült. Akarta, várjál. Azért közben segít is nekünk, az mi komoly. Hol vagy? Hol vagy? Szét leszel kapva. Hol vagy? Azt a rohadt. Mondd el, amit akarok, és megszűnik a fájdalom. Ennyire egyszerű. Basszus. Észre fogja venni a fiút. Miért harod két ágy? Ja nem, két ágyat vett észre. Mi ez az ellentámadás? Az igen! Azt a rohadt. Szerintem te titkolsz valamit! Támadáshoz. Mit rejtegetsz? Ez hasonló erőben van, mint mi. Soha nem kellett volna Midgardba jönned. Na ne! Szóval, megpróbálod újra? Ez begyógyította a sebeit. Beküldött minket a hegybe. Nem beszélsz? Jól van. Talán, akit ebben a házban rejtegetsz, majd fog. Jaj. Spárta idő. Shift és középső gomb. Ezt is fel kell írni. Majd elolvasom, miket írtatok. Itt hatalmas nagy fájt van. Nem hagyok neki időt támadni. Aha, most fogyott el a spártai dühünk. Nem jó! Ezzel ki kell docsolni. Ezt megvédeni kéne. Időben. Nem! Ez az. Nagyon jó. Mindig untatsz. Valamit ott mutat, de interakció gyanán. De mit? Mit rejteget? Szét
hogy jelöl meg, hogyha meggyógyítja magát? Ez az? Nekem erre nincs időm! Már nem sok van. Na? Hát ez rohadt jó. Küldjünk egy egész sziklát. Ennyi. Kicsit szétszedtük a természetet. Kicsit meggyepálódtunk. Hú. Igen. Azt mondja végre, itt a Zsuzsi. Remélem a PS megveszi a szinkront írtani, akkor erről nincs info, valakinek van, akkor írjátok. Yeah, hamar elmész! Hát ezt nem hiszem el, hogy nyírjuk ki ezt a csókát? Amikor Odin ide küld, csak válaszok kellett. Kell valamit nyomnom, még nem? Neked kölgösködnöd kell. Odin küldte ide? Aha. Vágj hozzám bármit, nem állíthatsz meg. Az öreg tested elfárad, de mielőtt végzek veled, még elmondok valamit. Mindenből semmit nem érzek. Azt a rohadt. Tehát, ahogy sebezzük, meg se hagyja. Úgy érti, hogy nem is érzi a fájdalmat? Szerintem úgy érti. Azt a... amúgy ez a rész a régi God of War-okra egy picit. Láttad a saját szemeddel. Emlékeztet. Nem tudsz ártani nekem. Semmi sem tud. Ez a harc értelmetlen. A küzdelmed értelmetlen. De mit nem akarsz tőlünk? Nem kellett volna így történnie. Mondd már el, hogy mit akarsz tőlünk, de nem... Szállalmas! Nem győzhetsz! Én semmit sem érzek, de te! Te mindent! Mi is próbálkozol! Mi is meggyógyítjuk magunkat! Ha megadtad volna, amit akartam, nem végződött volna így, de én nem a nagybátyám vagyok. Fejezzük át. Na megint? Hányszor kell ezt a csókát szétvernünk? De komolyan! Mennyi innen fa, nem látok tőle. Nem győzhetsz le! Várjál, lehet, hogy távolságból is kéne sebeznem. Hát gyere ide! Hadd sebezzelek már meg, úgy. Megint ugrik? Nem érzek semmit! Nagyon idegesítő már ez a csóka. Ide jött, hogy szétverje minket, meg mi is szétverjük. De nem tudjuk, mit akar. Ráküldtünk egy fél sziklát. Értelmetlen! El se találsz, mit magyarázol? Hol vagy? Hol vagy? Elvesztettelek? Itt vagy. Végzek veled! Azt hiszed? Nem győzhetsz le! Nagyon nagy koncentrálás megy! Nagyon jó szerintem a szinkron. Nektek hogy tetszik? Iszonyat, iszonyat állat. Nem érzek semmit!
Igen, már mondtad, de szétvellek. Már nem sok. Nem, jó. Pedig nyomtam a védekezést. Nem sokára meg lesz, de még mindig nem tudom, hogy írjuk ki. Ez már volt. Mikor írja, hogy nagyon jó lett. Ugye, hogy ugye? Megfojtjuk. De még mindig nem tudjuk, mit akar. Ne, kapd el! Másoktól eltérően, akikkel harcoltam, hogy végre érnek valamit, de nem. Próbálja kinyomni közben a szemünket. Igen? Nem hiszem, hogy kitörjük a nyakát és meghal. Akkor szétgyaláztuk, szétvertük. Köszi, hogy dobálgatjátok a szíveket. Nagyon cuki. Álcsírő, fogadjunk, Susi dobálgatja a szíveket. Susi írta, na ilyen spártai cusz nekem is kéne. Susi, Király Attila Tom Hardynak, és ő a szinkron hangja. Ismert engem. Na ő se tudja, hogy ki ez. Ismeri a múltamat is. Hogy találtak rá. Ennyi idő elteltével. Ő volt Venom is. Há! De rohadt jó! Most miért nem gyógyítod meg magad? Mit csináljak? Oh. A fiunk még nem áll készen arra, hogy a hamvaitat felvigye a hegy csúcsára. El kell vinni a hamvakat a hegy csúcsára. Tanítsuk meg, hogy készen álljon. Aha, most gyógyította meg magát. Gondolom nem akarta így mutatni magát. Ezt hova akasztja be? Oh, jabba, látom. Én sem. Ő sem készen. Nem tudom, hogyan csináljuk ezt nélküled. De nem maradhatunk itt. Uh-huh. Most biztosan megöltük azt az emberkét? Fiú. Olyan sokáig. Azt hittem. Jól vagy? Jól vagyok. Gyere. Kész földrengést idéztünk elő, majd hogy nem. Szedd össze az utcaid, elmegyünk. Azt hittem, nem állok készen. Nem is. De nincs választásunk. Bizonyítsd be, hogy tévedek. Értettem. Rusi is írja, tuti felélet, ha a szikla sem nyírta ki. De hát nem. Jó, mondjuk... Minden főgonosznak volt egy mondjuk gyenge pontja. Vagy nem is főgonosznak, hanem még a hősöknek is. Mint Supermannek a... Hosszú lesz. Kő... Megjelölt fel. De egyben fontos. A helyre vezető út, tehát oda kell felmennünk. Hát az, fiú, az úgy volt, hát, mit is mondjak neked, mivel az igazat nem mondhatom, hát, cunami, és aztán földrengés, és szétcsúsztak a földek, na, hát így. Mit szólsz ehhez? Tetszik? Nem? Gyere!
Ács ilyen néve, hogy idegen tuti vissza fog térni, csak saját névvel. Ki meg... Nem tudom. Mit most akart ő? Nem oda megyünk, ahova leejtettük a holttestét? Holttestét. Azt tettem, amit kellett. Ide pottyantottuk bele. Némá, de aranyos! Kisebb fiú felpattant a hátunkra. Zsebi Manó. Meghallhattál volna. Ez így igaz. Ne adj többé magamra. Rendben? Rendben. Gondolom... Erre. Pedig azt hittem, hogy a kidőlt fán kell majd átmenni, de... Erre vezet az út. Fel. Korábban is öltél embert, ugye? Hozzá vagy szokva. A túlélés a legfontosabb. Az állatokat értem. Ők az élet. Na, Ács írja, képes hang tökéletes. Élni sem szabadna. De az emberek, ők is túlélni akarnak. Reményítsd meg a szívedet. Az utunkon mindenféle teremtmény támad majd ránk. Keményítsd meg a szívedet a kétségbeesésükkel és szenvedésükkel szemben. Ne hagyd, hogy érzéseid legyenek irántuk. Nekik sem lesz. Értem. Roland is írja, itt minden oké. Okay. És Krisz, töröltem az üzenetedet, utolsó felhívás, ne spoilerezz, jó? Azt, mert senkinek ne vegyük el az élményét. Én sajnos láttam, amit írtál, és már elvettél tőlem egy kis élményt. Köszöntjük. Felsegítesz oda? Persze, hogy felsegítelek, csak ezt itt látom, hogy ezt meg kell nyomni, még kell megnyomni. Na majd rájövünk. Jer, nézelődj körbe. Remek! Innen sehova nem lehet menni. Csak a hídon át. A hídon át? Várja, ott van valami lootolni való dolog. Törtezüst! Aj, de jó, szét lehet itt ütni mindent. Igen. Le tudod onnan engedni? Mindjárt meglátjuk. Aha, és akkor ezért kell beletalálnom. Indulj. Sikerült. Az dob le. Igen, F. Fiú. Igen, uram. Igen, uram, de durva. Várjál, még rá kell jönnöm, hogy ez miért olyan jó ötlet. Köszi, Krisz, köszi, köszi. Ami a kötélen lóg. Egy áldozati tartály. Anyám mesélte, hogy Odin hívei megtöltik ajándékokkal és lelakasztják. A tolvajok elől. Hasztalan. De komoly. Az istenek tisztelete. Az istenek nem törődnek velünk. Az emberek szörnyekhez imádkoznak. Ács írja, szerencsére nem láttam, mert pont Nikolnak írt verset. Na, hallottátok ezt a kis monológot? Rohadt jó. A Atreus lényegében ügyesen elmondta nekünk, hogy azért van ide felakaszva ez a cucc, mert így rejtették el a kis kincseiket. És ezzel jelezve nekünk játékon belül, hogyha ilyet látunk, azt lőjük le, mert hogy kincset rejthetnek. Hát ez tök jó. Most mehetek vissza le? Uh-huh. Na mit adtál? Tört ezüstöt méghozzá egész sokat? Jó, de amúgy... Nekem vissza kéne oda mennem. Aha, látom amit látsz, csak mindjárt vissza kéne oda jutnom. Igen, ezt le. Most miért nem akarsz célo... Ja, mert nem hívtam vissza a fejszémet. Oké, okay, oké, okay, eljövök. Szuper.
tényleg, és elfelejtettem gratulálni nektek, azt meg majd beállítom, hogy, ezt, hogy a Streamlabs is küldjön ehhez külön kis üzenetet. De hatalmas gratul Nikolnak és Rolandnak, hiszen meg kicsinek is, hogyha majd megérkezik a chatre, hiszen elérték az egy hónapos tagsági szintet. Tu-tu-tu-tu! Szuperek vagytok! És köszi szépen! Na gyere kis webbanó! Másszunk! Apám, találkozunk másokkal az úton? Igen. Barátságosak? Nem. Ezt kitaláltam. Lehetséges. Igen. Oh. Gondolom nem érted is nagy közönségi életet. Ó, Ládikó, de jó fej vagy, mutatod a Ládikót nekem, hogy ott lesz. Várjál, mindjárt jövök. De én az előbb innen jöttem, és ezt nem vettem észre, ilyen vak vagyok. Ne mondjatok semmit, ilyen vak vagyok. Bizony, bizony, Nikol és Roland. Várjátok, ezt most kézzel vagy fejjel csinálta? Jó, Ládikó megszerezve. Megyünk vissza. Ez tetszik, amit írsz, Ácsi. Jaj, azt mondja, azt írt, hogy a középen feltámad Bobby, Evin kisétál a szkonyszóban. Ez annyira kész. Na, gyere zsebmanó, másszunk. Lefejelte? Hatalmas. Nézd. Mindvégig. Egy védvonal volt az erdőn körül. Ó, várjál. De... jól látom. Ott megszakadt. Ó, megint nagyon rohadt jó zene. De vágtad ki azokat? Anyád jelölte ki a fákat a mágiájához. Hm. De miért tenne ilyet? Hogy elmenjetek, gondolom. Ha. Gyere! És ne nézz vissza. Hm. Tehát akkor azzal a kézzel megjelölt fák, azokat, nem mondjuk úgy Kratosnak a felesége, tehát Atreusnak az anyja, intézte, hogy azok a fák ugye kézzel jelölve legyenek, és azok voltak, amik védték a mi kis területünket, ahol a házunk állt, és gondolom, akkor ezért tudtunk egészen ez idáig békében lenni, de sajnos ugye Atreus anyját elveszítettük. Ugye azzal kezdődött az egész, hogy eltemettük egy rituáléval, és a hanvait itt cipeljük magunkkal, hiszen a fiúnak fel kell vinnie a hegy tetejére, és azokat a megjelölt fákat kellett kivágnunk a rituáléhoz, amivel pont így a védvonal megszakadt, szóval és be tudott jönni az idegen. Mennyi idő, amíg elérünk a hegyig? Nem tudom. A tél beállta előtt? Nem tudom. Jól van, jól van. A vadon széle. Várj a jelemre. Mi? Á, látom. Hol a fejszín? Nincs itt a fejszín. Arra, hogy vissza... nem magyarázzál már. Várjál, igen. Melyik van közelebb ez? Hallgass, és ne kérdezgess! Még több, drága! Csak szólj! Ha! Megtámadta! A fiút. De jó fej, nagyon csípem ezt a fiút, hogy szól, hogy honnan támadnak. Adjál neki nyilat. Vigyázz!
Tök jó, és szól, hogy vigyázzak, rögtön be tudom izítani a pajzsot. Jó fej, jó fej. Szintítve! Az igen. Zsuzsi írja, azt hittem a hullámnak. Hullámnak? Hullának mondta, hogy várja jelenre. Ez lövöldözik. De jó! De ez miért jó, hogy ezt ki tudom ezt is felrízni. Fenyegetés jelző. Aha, ezt már észrevettem. Megkezdődött támadás jelez, rohadt jó. Villogó lila, beérkező lövedéket jelez. Ó, hát mind megjegyzem ezeket a színeket. Gyors megfordulás, X. Másnap bejönnek! Nem mindegy. Várjál! Jó, harcoljunk, aztán meg körülnézek. Közben nyomom azt, hogy illanszon is, nagyon állat. Adjál nekik! Adjál neki! Ja, elfogytál! Hullámos hulla! Mit mondtál? Ez egy nagyon jó kérdés! De sokan... Na, hagyd békén! Gonosz! Szétkaplak! Nagyon állat! Figyelj a hatótávra! Persze! Köszi! Nagyon jó fej ez a srác! Mindent mond. Hányan vannak még? Lőnek? Nem megy! Hol van? Na, azt kapd el. Várja, ha nem jelölöm ki neked, így is tudja. Nagyon jó. Várja, én is ráküldök egy fejszét. Ennyi? Milyen volt? Segítettem? Ha segíteni akarsz, tereld el a figyelmüket. Arra összpontosíts, akivel nem harcolok, de csak biztos távol volna. Értettem. Nézd fel! Ja, hogy erre írta Zsuzsi. Nikol kérdezte, és mit mondott Zsuzsi? Hulla hopp! Hullához hulla, az igen. Készek vagy? Fiú! Uram! Itt látok valami jeleket, igen, a sziklán. Mik ezek? Mondd el. Egy jötnár település van itt. Jötnár? Óriások. El tudod olvasni? Valamennyire. De csak amiket anya is ismert. Ó, bocsánat. Tehát erre rá tudunk kattintani, ez valami naplóság. Óriások! Üdvözlet a jöttünöknek, de rohadt jó. Oké. Tudnak egymáshoz, és valamiért eligazodom rajtuk, de nem tudom hogyan. Megyünk, azt hittem még beszélni fog nekünk. Azt látom, hogy arra lehet menni, csak előtte kilútolom, amiket itt szétütöttünk, megöltünk. Meg mit tetszét lehet verni, amit imádok. Na, van itt valamiság nekem? Várjatok, láttam valamit, hogy jöttünk be itt. Lógottal, ez itt van, itt van. Várjál, nem ezzel, ezzel. Tört ezüst. Van itt még lógicáló ezüstke? Várjál, itt mutat nekem valamit. Igen, ott is mutat valamit. Nagyon jó. Lootok mindenhonnan. Közben a gyerekek iszonyatosan meleg van. Nem tudom hány fok lehet itt, de sok.
Jó, innen jöttünk. Több lógi cálló, mit jött, nem le... Ki csak mondanom kellett. Oksi-moksi. És még ugye ide mentünk befelé, amikor megjelentek mögöttünk. Volt főnököm, ilyen volt, csak nőben. Jaj, már tök jó segít, igazán megdicsérhetné. Igen, igen, igazad van, Zsuzsi, hogy elég keményen bánik Atreusszal. Nem kicsit, hanem nagyon. Biztos megvan rá az oka, de azért durva na. Vagy Isten, nem, majd kiderül, de annyit már megtudtunk, hogy valószínűleg a kapcsolatuk az nem igazán volt szoros ez idáig, hiszen elmondta Atreus, hogy az anyjával vadászott, eddig ő tanította vadászni, vele ment. Mi soha nem vittük magunkkal, tehát gondolom nem sok kapcsolat. Jajajaj! Várjál, ehhez nem jó a fejsze. Azt mondja, király! Spártai dühünk elérhető, és egy lemfélre nem tudom elnyomni. Ott írja a balaló. Na most, kapja szét! Ne kapkodj! Inkább pontos, mint gyors. Bestárium frissítése. De jó, akkor itt is van ilyen bestárium. De jó, kis rajzocskával. Mi ez a lény? Úgy nézett ki, mint egy matralóc. De jó. Jó, akkor ezeket is lehetne olvasgatni. Tök jó. És az idegenről is ír. Ha, tök jó. Hiszen senkik vagyunk. Jó. Lootolni való? Nincs. Az égben sincs. Mehetünk tovább. Hát igen, szorvilágban élnek, keménynek kell lenni. Ez is igaz, Zsuzsi, persze. Igen, valószínűleg ez is mögötte van, hogy tényleg felkészíti az életre. Csak elég erősen. Na, mi ez a hatalmas ládaság? Gyenge rúna támadás. Az energia rendkívül gyors kitörése, amely minden közelben lévő ellenséget félbeszakít és visszaver. Ó, azt mondja, nyomjak I betűt. Megszerezted a hér érintése, blablabla. Rúnás égkövek lehetővé teszik a fegyvertesse szabását. Jaj, de rossz. Vagy erős rúnatámadások végrehajtására. Rúnás égköveket a fegyverlapon illesztheted a fegyverek lévő foglalatba. Oké, és... gyerekek, megsülök. Folytat. Vide mutatott a gyenge rúna támadás fészke fölé. De jó fej vagy, hogy mindent elmagyarázol. Itt vehetők fel a gyenge rúna támadás megszerzett égkövei. De jó, úristen, mennyi minden van itt. A rúna támadásokhoz különféle jellemzők és feltöltődés idők tartoznak. Egy cooldown, meg minden egyéb. Tehát akkor itt majd meg kell jegyeznem billentyű kombinációkat is. Q és a támadás. Energia gyors kitörése. Minden közelben lévő ellenséget félbeszakít és visszaver. És ott mutatja, majd jobban fogjuk látni a jobb felső sarokban. És akkor kábít is, meg pici sebzése van. Fagyasztani nem fagyaszt. Igen, folytatás. Itt mutatja most. Fejleszt a rúna támadásokat XP felhasználásával. Javítja a tulajdonságaikat. Kábító sérülést okoz ez a cucc. Rohadt jó, nincs elég tapasztalatunk. Bele tudom rakni a Leviatán bárba. Bárdba, nem bárba. Pöty. Használatban lévő rúna támadásokat az ebetű jelöli. Ezt most hol látok ebetűt? Negy. Escape. Most ott az előbb is kiírtál valamit, azt nem láttam. Értem. De nincs több rúnánk? Nincs.
Na, és akkor ezt itt meg tudjuk nézni, még egyszer, aha, rákattintunk, és akkor itt mutatja, mennyi a kábítása, meg a sebzése, itt mutatja, hogy mit okoz, és ugye itt írja, hogy hogyan kell használni Q, meg a támadás. Biztos megjegyzem. Jó, köszöntjük. Várj, itt a páncélnál is mutat valami. Ó, kinézetet tudunk rajta változtatni. De rohadt jó. Ú, egyik jobban néz ki, mint a másik. Ú, ez de rohadt jól néz ki. Add ezt ide. Jó. Ja, és akkor meg tudjuk nézni Atreusnak is az íját. Rohadt jó. Rohadt jó. Na, nyomjuk tovább! Tudududu. Köszön kapunk mindenféle achievementeket Epicre. Jaj, nincs meg a fejszín. Igen, igen, de most nem most szeretném felhasználni. Ezt most, itt mégis ezt kéne így felhasználnom. Hogy csináltad? Nem, de... eddig nem írtak ki, jó? Akkor biztos volt egy ilyen kis tutoriál, amit nem engedte. Na. Ott a hegy! Gyerünk! Ott a hegy, azt mondja. Hát azért még kicsit messzebb van. Aha. Ajjaj, ezek sose kezdődnek. De mondtam. Ezek sose kezdődnek jól. Segíts! Apám, segíts! Megyek már, megyek. Siess! Csúszom! Nyugodj meg! Mindjárt! Na? Ez az. És együtt esünk le. Hát, persze. Ezt megúsztuk. Maradj tökre. Mellettem. Ne nehezítsd meg. Ne nézz utat. Hátra. Soha ne nézz bocsánat. Hátra. Még több Dragger. De nem mozognak. Hallottak? Mármint véglegesen? Fiú! Nem halott! Nem halott! Az ellenség ereje. Igen, de ezt már mondtad. Aha. Azt mondja, zöld és lila között mozog az életerő sávja, attól függően, hogy mennyire erős az ellenfél Kratoshoz képest. Jó ez az új képesség amúgy. Csak nem mindig tudom, de várj, itt van spártai dühöm. Imádom! Opszi, ezt most nem teljesen jól használtam fel. No para. Ennyi, na. Igen, igen. Ne lődözzé. Azt kéne elkapnom a lődözőt. Ó, de fent is lődöznek. Várjál, okosan kéne ezt, okosan. Okosabban, mint ahogy most csinálom. Mindjárt meg ezt kell megölnöm. Várjál, mindjárt jelzek, hogy lőhetsz. Én is mindjárt lövöm. Így. És hív vissza. Ez volt az utolsó. Jobb voltam? Hogy még több időt. Nem baj, hogyha csak egyszer lősz. Mutass önuralmat. Jó, gondolom, ahogy majd fejlődünk, egyre brutálisabbak leszünk arcba, és egyre jobb dolgokat tudunk. Ó, ott a balansú sarokban látjuk is azt a rúdát, amit behelyeztünk. Mit szeretnél mutatni nekem? Ó! Látom, amit látsz.
De szeretem, ha szét lehet verni a vázákat. Azok mindig jók. Valami ajándékság? Nincs? Nincs ajándékság. Jó, na nézzük, olvasd. Olvasd. Ó, régen ez egy piac volt. Az óriások így gyűltek össze kereskedni az istenekkel. Vajon Odin is járt itt? Veledtünk! Valami átöri a falat! Micsoda? Már volt két boss fight. Valami átöri a falat! Igen, ezt az előbb is mondtad. Te mi vagy? Hopszi. Ezek nekem nagy véd, igen, támadásnak tűnnek, amit nem tudok kivédeni valszeg. Adjál neki ilyat! Micsoda, még több? De szívas! Nem jó! De, tudom védeni! Ez jó! De kéne nekem életerő! Nagyon kéne nekem életerő! Nem vagyok jól! Éppenséggel nem vagyok jól! De ne az! Jó, én voltam! Ő tölt meg, már akkor kettőből egy R betű, ja, hogy hívja vissza. Ott élet, élet! Mintha meghaltam volna. Egy picikét. Van valami ott fent. Jó, étvágyat majd a hotdoghoz átsi, hogyha ráveszed magad. Na még egyszer, tehát ügyesem. Tudom védeni az ütésüket, csak ügyesnek kell lenni. Jó, még... Gyorsan üt! Jó, majd ügyes leszek én ebben. Meg használjam Atreuszt. Igen, felejtem használni. Persze, segítek! Hogy a viharban, ne? És ez a normál mód. Jó, bele fogok jönni a harcba. Ne már! Veledtünk! Valami áttöri a falat! Tehát használjam többször Atreus nyilát. Használjam a képességemet. Ah, hát ez tök emellé, mert ő is nézte, az hogy küldted annyira félre. Jön a másik. Vigyázz! Hogy elküldte a fiút? Használjam Atreus többet, igen. Na, várjál. Ezek... Vagy tudsz. Úgy. Várjatok. Van képességem? Nem, még nincs. Kell egy kis idő. Nagyon gyorsan támadnak. Nem vagyok kész. Miért nem? Most kész a képességem. Meg lesz ez, csak okosan kell. Mondom, okosan. Gyerünk! Annak már csak egy kell. Lőd le! Jó, akkor nem egy. Több. Állj fel és lőj! Én is lőhetnék. Hát persze. Hát ezt nem hiszem el, de most komolyan. Kettőtől meghaltam, azt most erre jön ennyi.
Most szivattok? Szivattok, mi? Ne már! Áj, itt jó, így is ki tudom szabadítani. Meghaltok! Tökre meghaltok! Hol a... Adj vissza! Jó-jó! Jó-jó, köszi, hogy szólsz! Hihihihi! Lőjél bele, lőjél bele! Igen, igen, látom. Tiéd belőj bele. Jó, akkor ne. Nem. Jó, még az elején tényleg ilyen kis gyengécskék vagyunk, aztán utána szintén szét fogjuk őket kapni. De egy kis ésszel megöltük őket. Nyílásról beszélni? Á, látom, mire tetszik gondolni. Hú, ez kemény volt. Kemény volt. Hé, látjátok, amit én látok? Ott egy holló. Odin szemei. Ez mi? Odin szemei, célkitűzések, ölj meg 15 varjat, és kapunk érte tök sok XP-t, de jó! Jó-jó, hallottam, hogy nyílás van, menjünk a nyílás után. Mi ez, borsod, Gácsi? 8 kéz. Laha! Kiderül. Maradj mellettem. Nekem tetszik a nóta, menjünk. Szóval a Fiesztő éneklés felé megyünk. Hát, hogy a viharba ne? Hát persze. Nem vagyok kész. Ezt mellé küldtem. Nem viccel velünk. Várjál. Nem ott van az. Persze! Jó, oké, akkor mi lesz? Már majd nem! Elhasználhatnám a spártai dühömet, de még nem akarom. Jó, mi lesz? Ez ránk rakott egy kis mérgezést, ne foglalkozzatok vele. Köszi! Aha, vigyáztam, vagy nem? Mi lesz? Átlő gyerekek a falon! A gyerek! A pajzs nem használ a mérgezés ellen. Ez az! Elkaptuk! Egy igazi kísértet! Sosem hittem, hogy látok egyet! Hát most láttál! Kísértetet látott a fiú gyerekek! Kísértetet! Elég creepy, ahogy énekel. Szerintem amúgy nagyon jó kis éneklés volt. Nem volt olyan félelmetes. Oda nézzetek! Meg nagy ládaság. Hogy jutok oda le? Itt nem tudunk ukorkatni, nem? Uh-huh. Jó, oda valahogy le fogunk jutni. Az biztos. Ott is egy rohadt nagy láda. Mennyi lúú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 ú
Egy hulla.
Azok semmik. Ennyi. Elvileg. Jó, tehát fönt is, meg lent is láda. Meg kéne mind a kettőt szerezni. Kísértetés volt a hasonlóság valakivel. Kire gondolsz, Nicole? Kire gondolsz? Kire hasonlított? Én akarom szerezni ezt a ládaságot. Aha, aha. Szerintem oda lefelé megyünk, akkor úgy meg tudjuk szerezni. De miért támad rád az az ember a házunknál? Megmondtam, fiú, hogy én sem tudom. Tök jó, hogy morog. Szóval így lehet ide lejutni. Pontosan. Nem kérdezted, de így lehet. És itt van egy ilyen kis patak, nem? Kis pocsolya, amiben meg lehet fürödni. Ó-ó. Ennek lila az életereje. Arról beszélt, hogy az nem jó. Hogy az nem jó. Több idő kell. Spártai harag. Spártai harag. Ez az. Hoppá, kegyvel! Nem ez a spártai harag. Nem ez. Ez, amikor kerestem, mit kell nyomkodni, és közben eldöltem, mint Jóska a három üveg pálinka után. Ácsi, ez amúgy olyan játék, mint a Tomb Raider, csak nem olyan. Ja, Nicole. Értem. Jó, oké, ez fájt. Leesett, nagyot koppant, fájt. Tehát úgy érted, hogy a kísértetre kísértetésen hasonlít a hang. Na, még egyszer. Öljük meg azt a lila szörnyit. Szóval így lehet ide lejutni. Csendet, fiú! Kapcsold be a spártai dühöt, ez az. Hát annyira nem nagyon érdekli ám. Hátra! 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 Rőjjed! Nem, nem ez a gomb. Az a gond, hogy nem ez a gomb. Menjél, menjél, ne menjél, ne menjél, ne menjél, menjél. Örülök, hogy te kész vagy, én is többre kész vagyok. Nem vagyok kész. Nem jó, nem jó, futi, 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 nem jó. Ne, ne adj itt egyedül. Ez egy rohadt miniboss. De megöljük. Meg lesz a tökéletes taktik, és meg fogjuk ölni. Úgy meg fog halni, hogy nagyon. Felkészültetek? Kiszavaz arra, hogy most várjátok, csinálok nektek is szavazást. Szavazás. Azt mondja, mikor hal meg? Mikor hal meg? Meg, és nem hal, mindegy, értitek? Elsőre. Még 3 próba. 5 próba. Jó szavazás közben pöröghet nektek. Rám, amikor nincs ástoppos tej a boltban. Ezt arra írtad, hogy te is ilyen hangokat adsz szóval ki. Szóval így lehet ide lejutni. Ne, fuss be! Na. Még iszom egy kortyot, még pörögjön a szavazás. Jaj, de aranyos, azért ment az egyszerre is. Bíztok azért bennem. Váran. Hú, menni fog. Okosan, átgondoltam. Menni fog. Ugye? Ugye, hogy ugye? Na nézzük. Jaj, na azért aranyos. 40-40 százalékon áll, az elsőre menni fog. És az ötötjére. Na lezárom. Aztán meglátjuk, melyik fog beválni. Melyik ötöknek lesz igaza. Elsőre vagy ötödjére fog-e sikerülni? Következik az első próba. Krisz írja is, hogy én az egy elsőre szavaztam. Jaj, de cuki vagy, köszi szépen.
fejszer, hátra, Atreus, hátra, fejszer, vissza, fejszer, vissza, fejszer, Atreus, pedig hátra, Atreus, nem bonyolult, nem bonyolult, de hogy is, Atreus, adjad neki, adjad neki, adjad neki, túl közel jött, egy ütése, halálos, egy ütése, halálos, volt. Az első válasz kiesett a lehetőségek közül. Pedig azt akarta, hogy elsőre sikeredjen, mert mint a két próbálkozás után, de értitek. Mikor én ötre. Ácsi, nagymamák a semléspult előtt az időben, ott van ilyen intenzív harc. Öt én is. Ne, én az egyre szavaztam, írja Susi, de cuki vagy te is. Aranyosak vagytok, de hát igen. Mi volt a másik? A három. Miért vagy ilyen? Jajjaj, fejsze, gyere vissza, melyik gombaz? Ne! Nehogy meghalj, most halljál meg! Már is jobban érzem magam. Másodjára sikerült. Ez tényleg egy mini boss fight volt. Na tehát akkor volt az egyszer, háromszor és ötször. Ez az egy és a három közé esik. Na, szerintem tényleg a kú kaptunk Aegir aranyát, ami majd megtudjuk mire jó, meg lágy, Schwarzheimi acélt. Kétszer nem volt így. Na majd legközelebb azt is be kell írni. Micsoda, a bombon olyan, mint az élet, sosem tudod, mit veszel belőle. Jó, mindent felszedtünk. Köszönöm szépen tényleg nektek a szavazatokat, hogy sokan szavaztatok az egyre is, meg a háromra is. Hát az ötösöket annyira nem köszönöm meg. A kísértetek nem csoportosan járnak? Nem. Mi van, ha várnak minket odafent? Nem. És ha mérgesek lesznek? Nem. Bocsánat, a képzeletem. A kísértetek nem csoportosózódnak. Csoportozódnak. A kísértetek egyedül járnak, és egyedül halt meg. Na, menjünk tovább. Megsülök. Atreus, nincs egy gomb rá, hogy legyezzél? Nincs? Csípném. Köszi a GG-t. Köszi szépen. Na, zsebmanó, irány fölfele. Szia, Dragnil! Szia! És itt fent is volt egy ládikó, emlékeztek rá? Ott mi is van. Ott hol? Mit látsz? Fent. Hova nézel? Hol vagy, fiú? Hát az... egy nagy mágiaság. Most mit tudok interaktálni vele? Mindegy, nézegesd. Ja, F. Aha, várjál. De kéne jutnunk oda valahogy. De hogyan? Kövess. Gyors és egyszerű válasz. Na. Újabb hatalmas ládikó. Láj, Svartav, hely, mely a cél? Kéne nekünk egy kis élet a testünkbe.
te mit keresel ott? Azt mondtam, hogy köves, én oda mentem a ládikóhoz, te meg ottan szobrozol. Hogy van ez? Kérem szépen. Hajahajahaj! De rám hoztad a szívbajt. Úgy-úgy, kapsz szét? Ez nem bájk volt, dehogy is. Á, nem, olyan nem létezik. És én nem szoktam megtalálni a bájkokat az összes játékban, dehogy. Hú, ez feltölti a spártai dühünket. Én is látom. Csak én attól félek, kedves fiú, hogy itt ezek a szörnyikék életre kelnek. Ezért mit szólsz hozzá, hogyha őket így elintézzük? Honnan lőtt ez? Még nem! Ab! Ez így nem jó. Téged nem látlak. Átlő simán a gyerek a falon. Meg szerintem ezek is. Miért nem vagy kész? Aha. Hol a fejszín? Nem húztam vissza. Oké. Okay. Na jó, most volt elég. Ott az élet? Jó. Na. Na. Drágnél veled mi újság? Jó, ezt még meg kell szoknom. Ez lehet ki fog más találni. Mert ez a célzás, ez nekem nagyon nem áll kézre. Majd biztos át fogom ezeket többször variálni, de... Add ide, add ide. vezérlés. És hol tudom, irányítás módosítása. Harc. És amit tökre nem használok, arra kéne ráraknom a célzást, mert mindig ott keresem. Célzást rakd ide. Köszi. Az erős támadás mehet a kontrollra, amit tökre nem szoktam használni. És a fejsze visszahívás, meg rárakhatnám az egyik plusz gombocskámra. Fejsze visszahívás. Ó, már ott van az ötösön, de én inkább azt mondom, hogy legyen ez. Aha. És. Gyenge rúna támad. Aha. Tehát ezeket tudom aktiválni a 3-as, 4-essel, meg az 5-össel is. Hát ez tök jó. Jó, mondjuk egyelőre még csak a spártai dühöngésünk van. Ja, de nem, van a gyenge rúna támadásunk is. Na, ez biztos nem lesz itt szimpatikus. Q és L control, ez elég nagy hülyeség. De ez jó. Ezt megjegyzem, hogy 3, 4, 5. Akkor ez tök jó lehet. De amit még be akartam állítani... Mindjárt meg azt mondom, a fejszét visszahívom. Majd még valamit fogunk ezen mókolni, hogy nekem szimpatikusabb legyen, és kézre álljon. A védekezés így jó. Jó, így szerintem egyelőre jók leszünk, aztán majd még max mókolunk rajta. Minden jó, ha udvar stream van, még a meleg is elviselhető. Hát örülök, hogy nektek elviselhető a meleg. Itt nagyon várom, hogy legyen már egy kis lehűlés. Mert itt nem sok légmozgás van. Strandolni voltál? Nagyon jó. Jó, nézem. Várj csak, nehogy nek elvigyen engem valahova máshova. Jó, ez csak nem egy ajtó. Nézz ide! De jó! A neve? Mimir. Anyám mesélt róla. Óriás harcos volt kőből. Úgy látszik, hogy egy nagy csatában volt. Ott van Odin, Thor, és még a világkígyó is. Világkígyó. Ó, Thor bizonyára szétzúzta a fejét. Látod? Aha, de látom. Rümnir teste maga alá temette. Idióta.
Aha. Azt mondja, idióta. Jó, megnézegettük. Ismeretet kaptál. Uh-huh. Ide miért lehet kijönni, nézelődni? Ah, de jó, mennyivel jobb ezen a gombon. A várjátok, a fejszét is másra állítottam. Kipróbálom. Erre. Aha. Tehát így, és így. Ah, az Isten király lesz. Atreus maradhat az F-en. Az még kézre esik egyelőre. Aztán, ha nem, akkor még azon is állítunk. Na, jár, fiú! Minden szét lehet ütni. Nagyon csípem. Nagyon csípem. Jár! És ez is tört, ez is tudod. Érdemes azért szétcsapkodni dolgokat, na. Ó, ez mi ez? Fiú! Igen, uram! Ez mi ez? Már láttam ezt a nyelvet. Új tekercse bukkant. Mindent is megtalálunk. Oksa. Ezt most nem szedjük fel, mert fullon vagyunk. Az... Ja, az ilyen ládikó. Tört ezüst, nagyon jó. És akkor menjünk oda-vissza, hol voltunk, ideni. Itt beszélgettünk, hogy what is this? Lades. Már megint nem hívtam vissza, megint nem. Oké, na mondd! Mi ez? Runás varázslata van lezárva, keresd meg és fejtsd meg a három pecsét, titkát. Hát gondolom egy. Igen, következő áldozat. Azt mondtad, az emberek majd lehet kirabolnak minket. Kettő. De én megölöm azokat, akiket tennék. Nem félek. Ha emberekkel találkozunk, maradj ki belőle, érted? De megcsinálom. Maradj ki ebből, fiú. Erről ne is beszéljünk többet. Odin szeme lelőve, harmadik. Ott az ott mi? Itt tudom, hol a harmadik? Megkeressük. Ne mondjátok meg, meg lesz. Nem olyan bonyolultság ez. Gondolom. Ó, ott van. Csak kicsit messzebb van. Király. Na, mutasd, mit rejt a láda. Kaptunk egy lila almát. Idun alma, legendás. Maximális életerő növeléshez. Három is kell belőle. Három lila almát kell megennünk, hogy nőjön az életerünk. Az kéne. Az istenek, nem tudom szépen kimondani, Leyn almáját választották eledelül. Találd meg a 9 almát, szerte a világban, mágiával lezárt ládákban. Minden összegyűjtött 3 alma növeli a maximális életerődet. Szuper királyság. Jó. Fiú. Gyere, mutatom az utat. Egyszer csak leszokom erről, hogy mindent széttörök, nem? És egy ládikó, de ez ilyen kis pici ládikó. Nem fejjel töri szét szerintem. Csak kicsit néz ki. Jó, oda... Hogyan kéne átmenni? Aha, valahol ott hátul lesz a bejárat. Sok-sok... Ó, hát be... Várjál, ez amire nem hat a fejsze. Nem vagyok kész. Ó,
Kaptam! Megvan! Ezt jól megkaptam! Megám! Valaki még? Spárta idő? Tudtam én, hogy vagytok még itt. Nem? Köszi! Rohadt jó fejez a srác viszont. Tüzelj, fiú! Akkor ne tüzelj, mert most éppen megtámadtak. Jajaj, ez a nem jó fej, barát. De most rak vissza a fejszédet, barát. Jó, akkor spártaizunk. Ezeknek rohadt jó hátuluk van. Fejszével ide? Hol a fejsz? Nem hívtam vissza? Vedd elő a fejszédet? Úgy? Ez az? Ez az? Nem jó? Nem jó? Most jó? Én töltök egy kis életerőt. Jó. Jó, nem jó. Ezt nem akartam fölvenni. Meghaltok! Milyen kacagása van már? Ellenség legyőzve! Még nem végeztünk, fiú! Nem jó? Várjál, még szokom az új billentyűzet kiosztásomat. Látom, köszi fiú, tényleg jó arc vagy. Ez az, hát lőd már le. Nekem kell mindent elintézni. Szép arc volt. Na. Ezek meglőve. Mit higgyek el? Istenek, vélyes emberek nem rossz szerintem bárkinek mi. Apám, ezt látnod kell! Minden széttörni, király, bizony, bizony! Zúzni jó a játékokban, így. Jó, akkor többen egyetértetek ezzel. Mit szeretnél, hogy lássak? A ládát, azt rögtön kiszúrtam. Mit kell látnom? Mit szeretnél? Hol vagy? Az előbb itt beszéltél hozzám, aztán eltűntél. Na várjál, megint gondolkozni kell. Erősségem. Na várjatok, ezt kell megtekerni, de van itt még valami, amit nem vettem észre? Kell nekem egy legyező, meghalok. Jaj, nagyon-nagyon meleg van. Köszönöm, hogy kitartotok velem. Nálatok kinél milyen az idő? Túlélitek? Ha én ezt most elengedem, vissza fog menni, vajon? Mindjárt kiderül. Aha, vissza fog menni, de... Ó! Ez most hogy? Aha, rá fogunk jönni. Nem csináltad! Így! Látjátok? Picit gondolkozik az ember, megy az. Milyen az idő itt? 25 fok!
Ó, de jó, irigyellek, drág Neil. Hát itt valami 30 fölött lehet. Így sem biztonságos. 35 pont látom. Nagyon durván. Jó itt az idő. Remélem látjátok az idézőjeleket. Na, Ládikó, ide veled. Ide veled, Láda, mutasd, mit tartalmazol. Megint egy kis acélt. Linkoltunk belőle. Klíma helyett Kínát olvastál? Na. Nem, remélem nem hagytunk ott semmit. Alsó ládát, felső ládát kinyitottuk, itt is találtunk egyet. Valamit nem akartál kezdeni mondani nekünk, Atreusz? Mi ez a bűz? Sose jelent jót. Most! Hírjárok lennének! Ezek sértetlenek. Ezek emberek. Valaki nyújtson tüzet! Sigmund, a késeket! Oly sok nap. Hús nélkül. Hús? Meg én. Mi lesz, ha ők is átlátoznak? Ezek kannibálok. Élve kellenek. Lefejtjük a húsokat. Szépen apránként. Ez a harc az enyém. Ő csak egy ember! Velük könnyebb harcolni eddig, mint akikkel harcoltunk. De mi vagy ott? Nem ér elbújni. Az csúnya gonosz dolog. Atreusz, te se látod. Apám, segíts! Na! Atreusz! Megölte! Láttátok? Susinál is 23 fok van, a vályokház előnye. Aj, de irigyellek titeket! Krisznél 31 fok, kitartás neked is! Láttam, hogy leszúrta a kis késével. Az első gyilkolása, ahol embert ölt. Ács egy boros pincében ücsöröksz. De király vagy! Keményíts meg a szíved. Hát igen. Gyere, hosszú utad. Átváltoztak, akiket megöltünk. Itt várja. Elintézem. Várjatok, ezt a fejszével tudom, hogy előkapom a fejszét. Ez azért használ rájuk is. Mert őket tudjátok, a fejszével nem üthetem. Vagyis milyen képessége van, hogy nem használok. Nagyon jó ez a nyílas megoldás. Mutatja ugye a beérkező támadást. Egy, megérett a... Nem akarom spártai dühöt elhasználni. Kapd szét! Mire válsz még? Csak kapsz szét! Nem mindegy kicsit. Mérges lettem, ezért szétverem. Mi jött vissza? Igen, visszajöttek. Visszajöttek! Igen. Most már vége. El akarok menni innen. Akkor szedd össze magad. Találnunk kell egy kiutat. De látjátok? Ezért ilyen kemény Kratosz. Mert meg kell tanulni a gyereknek is megerősödnie a harcban, hogy bírja. Tök jó, brutálisan fel van azért ez építve. Te nem jössz itt vissza? Nem? Jó. Lánc, igen, lánc. Mit csinálok a lánccal?
mászok. Mindig van egy kiút. Itt. Aha. Gyere, fiú. Menj és engedd le. Rendben. Antibiotikumot kell szedned. Ó, Ácsi, majd ne felejtsen mellé probiotikumot szedni, ez tényleg fontos, mert szétszedi az antibiotikum a gyomrot. De minden esetre továbbra is jobbulás neked. Igen, azt mondtam Drake-nél az elején, hogy ugye amikor leszinkronizálnak valamit, akkor az nem minden esetben fog egyezni a felirattal. De gondoltam feliratot is rajta adjom. Hogy utasítom? Itt. Atreus! A lánc! A lánc? Rendben. Ó, szegény, tökre ki van bakke. Tök jó bemutatják. Atreus! A lánc! Elfoglalnak a gondolatait, fiú. Engedd el őket. Megölt volna. Tudom, meg kellett tennem. Ez igaz, csak... Akkor az a megyünk. Mi? Mivel ilyen könnyen feladod, ennyire az elején. Hm. Várj, nem! Én nem adom fel, meg tudom csinálni. Mindjárt összeszedem magam. Jól van, készen állok. Köszi, Atreus. Azért meg is köszönhetné neki. Meg néha mondhatná egy kis lécit, vagy valami. Na, Drake-nél dob neked pár lesz. Már az antibiotikummal nem hiszem, hogy az is jól működne, de utána minden esetre jó lehet. Kis felejtőnek. Itt át tudunk bujkálni? Nem tudunk át bujkálni. Gyere! Sajnos nem lehet megölelgetni, mert az van, hogy neked erősödnöd kell, meg kell keményítened a szíved. Így nincs ölelgetés, hanem fel a fejjel, fiú, és go tovább. Figyelj rám! Hogy hatékony legyen, a harcosnak nem szabad együtt érezni az ellenségével. Az út hosszú és könyörtelen. Nem egy fiúnak való. Harcosnak kell lenned. Ez amit mondtam én is. Na, szerettem volna itt átmenni, csak elkezdtetek beszélni. Hogy... Jó boltozást, Ácsi, várunk vissza. Hozzá nekünk is valami jó hideget. Ez kész. Ezek nem feltétlenül zombik, ezek a jégzombik, de jó, amit írsz, hogy jégből vagyok, talán zombi is vagyok. Ez tök jó, Nicole, de... Hogy ezek pontosan mik? Valakik itt beszélnek. Mindjárt megnézzük, de én ide le akartam kuksizni. Vagy pont erre kéne menni? Szerintem nem. Itt voltunk, de miért lehet ide jönni? Mert ott harcoltunk, ott lent. Ó, itten van valami. A mágia arcai, új erekje kész le. Ha minden titkos dolgot megtalálok. Szerintem tökre nem erre kell mennünk. Ezt hallottátok? Szerintem nem erre kell menni. Nézzük meg még ott fent. Atreus, jár! Ne a gondolataidba merülj el. Bizony, nem feltétlenül zombik ezek a jégzombik. Igen. Újabb gyönyörű odvasva mondás. Akik ilyen szépen ideépítették ezeket. Ó, nem tudom szétverni. Brock itt nagyon mondja a magáét. Álljál, csak kilútolom a hatalmas nagy ládikót. Hát jó, ez jó volt, köszi. Ez a hang Forgács Gábor. De jó vagy, Zsuzsi, köszöntjük, hogy írod közben. Jövök, Forgács Gábor, Brock. Aj, ne bánj szegény. Hát szia. Nem tudom rávenni ezt a faszkalapot, hogy átmenjen a hídon.
Mert fél valamitől a fák között. Hogy mi van? Apám, dobd meg a fejszíddel a fákat a híd túloldalán. A fehér törzsűeket. A nyárfákat? Hol a fejszín? Itt van. Csak most bíz bennem. Oké. Igazad volt. A Brock amúgy jó fej, jó fej. Te valami okos tojás lehetsz, fiú? Ugye fiú vagy? Van neve? Nem tudom. A taholya nem kérdezte az enyém, most én sem az övét. Mi a tiéd? Brock. Vera Logan. Szóval, nem fogod elhinni, de... Na, lehet egy haverunk. A fejszédet én készítettem. Én és a testvérem. Az egyik legjobb munka. Szóval, rajtunk kívül másnak ne engedd, hogy dolgozzon rajta. Óvatosan kő bánni vele, mert az könnyen tönkre mehet. De én mondom, javíthatok rajta, ha akarod, te kurva pecér. Rohadjuk! Szóval mi lesz? Igazad van. Nem hiszek neked. Gyere, fiú. Nagyon atom. Van egy villát formáló rúna a markolat alatt. Dégerbikjadumbörbakráf. Ez volt az én és a fivérem pecsétje, mielőtt szétváltunk. Itten van a fele, né? Né. Akkor most fejleszem, vagy ne? Legyen. De javulást várok el. Semmi, köszi továbbra se. Fejleszé. Javulást várok el. És hol a pecsét másik fele? A fasz testvéremnél. De tehetségem csak nekem van. Nézd! Persze, nyitva vagyok. Fegyver fejlesztése. Légy üdvözölve a törpékboltjában. Itt fejlesztheted a már meglévő felszerelésed, vagy akár teljesen újat is készíthetsz. Kattints a fejlesztés menühöz. Ritka alapanyagot kaptunk, fagyott lángot. Igen, fejleszthetünk, blablabla. Igen, várja, oda. Igen, erőszintek. Növeli az ökölerőt. Az erőt, ami hozzájárul Kratos általános erőszintjéhez és tulajdonságaihoz. Növeli az erőt, és XP-ért megvásárolható új Leviathan fejsze képességeket tehetsz elérhetővé. Oho! Brock egy törp navi. Igen. Nyomja meg a B gombot. A tulajdonság leírások megtekintéséhez. Most ezt is felírem, vagy mutatni fogja túl? B. Atya-gatya, egy kicsit összetett, de biztos ezt is át fogjuk majd látni, elsőre összetett. Itt mutat nekünk erőt, rúnát, védelmet, életerőt, szerencsét és feltöltődést. Ja, az a cooldown. Aha, az újratöltődés. E betű. Ezt mondom. Nyomjam meg, hogyha el akarom rejteni. Ja, de ott írja, tehát tök nem kell felírnunk magunknak. Igen. Hú, gyerekek, tényleg rohadt meleg van. Azon gondolkozom, mit tudnék még kinyitni, hogy ne süljek meg, de hát... Ja, hát nem, de itt két hűtő is megy rám, de rohadt meleg. A fegyver fejlesztése véglegesen megnöveli ezeket a tulajdonságokat. Kratos, blablabla, más tárgyakat kell használnod. Uh-huh. Oké. Okay. Na, amúgy tök jó, hogy így tényleg így mindent elmagyaránsz.
tartsam lenyomva a H gombot, ha fejleszteni akarom. Tehát kapok rá fagyott lángot. Ami növeli a védelmünket. Nem, bocsánat, az erőnket növeli. Nem, rosszul mondtam, az erőnket, ugye erő is volt. Szóval ott is mutatja, meg ott is mutatja. 5-ösről 25-ösre fog váltani. H betű. Oh, yeah! Igen. Fejsze már második szinten van. Majd további fagyott lángot kell keresnem. Igen. Köszöntjük. Tudok, Atreuson is. Milyen készítés? Ja, ide. Ó, tehát páncélzatot is tudunk készíteni. Oda néz. Ad védelmet. Ezt tört ezüstért meg is tudjuk venni. Oda nézél. Vagy tudunk venni olyat. Tehát már rögtön van két build, ami van az egyik, ami nagyon sok védelmet ad, és van a másik, ami kevés védelmet ad, de sok erőt. Tehát gondolom itt többet sebződünk, de sokkal erősebbek vagyunk. Nekem lehet megbánom, de jobban tetszik az, hogyha erősebbek vagyunk, és kevesebb a védelmünk, mert csak ügyesen kell játszani. Mondom ezt nem tovább halál után. Annyira sok nem volt. A tizet még nem éri el. Na. Nem túl kényelmes, de enyhén növeli az erőt. Nem enyhén, azért kicsit erősen. És minimál védelmet ad. Én erre szavazok. Gyere hozzánk. Ezért gyűjtöttük azt a rengeteg. Most oly sok mindentől megvéd. Szerintem meg a páncél. Ez ekkora szöveg! Brock, ezt oda tetted. Ez ott volt. Ez igen. Na. Használat. Ta-da-da-da. Jó. És hogy megyek? Így megyek vissza. Atreus páncélja. De jó. Neki már három is van. Csak már elfogyott az ezüstünk. A levegőben lévő ellenségek nagyobb sebzést szenvednek el. Hogyha folytogatja az ellenséget, nagyobb sebzést szenvednek el. Ez, tehát ez a közelharcira, ez a távolságira ad. És a harmadik, felépülésének sebességét az ellenség támadásai után. Gyógyköveket fog találni, ha Kratos megsérül. Ez is elég jó. Ezen majd el kell gondolkoznunk, hogy melyik éri meg. Jókat írtok közbe. Magad? Igen, meggondoltam magam. Fejlesztés, reflexi. Megnöveli a nyillal okozott sérülést. Hát hogy a viharban, ne? Ezt fejlesszük minden esetképp. Elnyél meg mindent, amit lelősz, jól van? Tök jó, amiket beszél Brock közben. Csípem. Nagyon csípem. Az jó volt, hogy ennyi mindent felszedtünk. Mi jár az eszem? Vatkan ír, ha válvédő, fejlesz tovább egy bűbáj foglalt hozzáadásához, és tulajdonságok növeléséhez. Így az erő és a védelem megnő. Meg valami bűbáj foglalat. Megvesszük. Megvegyük. Ja nem, ez hozzáad egy bűbáj foglalatot. Vegyük meg. Ez minőségi anyag. Több nap is lehet, mire feldolgozom. Kaptunk érte achievementet. Itt nincsen eladni erekjék. El tudjuk adni az erekjét. Ennyi. De jó, ez az cucc, amit felszedtünk. Remélem elégedett vagy. Ez pont azért jó, mert el tudjuk adni. Elvesztett tárgyak. Ez mi lehet? Jó, na ezt is megismertük, Brocknak a boltját. Eddig tetszetős. Na. Ne nézz oda, de a barátunk, aki a fák között bujkált, éppen felénk tart. Nosza, csapja oda a fejszéddel. Hátra mehetek mögé. Amíg nem törsz össze semmit. Ah!
látom, hogy te ottan lődözöl. Mindjárt te is megleszel. Ajjajjaj! Ez csúnya volt. Gyerekek, itt nem lehet koncentrálni, úgyhogy gyereket beszélnek mögöttük. Nem akarom megint elhasználni a spártait. Kapcsít! Szentség, hogy apád tud ölni. Te is meg akarod tanulni? Nem biztos. Ez az út vezet a hegyhez. Igen, jól tudjátok, ez a jó irány. Nekem a portékám. Haladj a kapun át a hegy irányába, de melyik kapun át? Na várjatok közben, valami a torkomra ment. Itt tudok vele fejleszgetni, vagy elbeszélgetni. Bro, mi a fasz kéne? Miért feleztétek el a pecsétet? Mert nem vagyok többé munkakapcsolatban azzal a talpnyalóval. Nem akartam, hogy nélkülem használja, és ő is így gondolta. Szóval ketté vágtuk a pecsétet, pont középen. Ez volt az utolsó, amiben egyetértettünk. Hm. Mi van? Ölelést akarsz? Húzz a picsába! Bocsánat. Az igen, nagyon komoly dumája van. Aj, aranyos ez a kis állatkott a háttérben. Na! Azt mondja, menjünk tovább a hegynek a teteje felé. Nincs itt semmi lootolni való? Ohohoho! Dehogy is? Megint felvettünk egy maszkot, ezt el tudjuk adni majd Brocknál, de... Azért az még ráér. Most fejlesztünk, tettünk majdnem mindent is fel. Van itt még valami? Szia Gábor! Szia-szia! Videótékája nincs, csak portéká. Nikol! Megint jönnek a szópoénok. Honnan jönnek neked ez? Meg Zsuzsi is milyeneket szokott írni. Nagyon kemények vagytok. Kész. Zsuzsi írja, hát igen, tipikus simlis. Té, Roland humoros beszólásai vannak, de azért az életemet nem bíznám rá. És közben pörögnek a szívecskék. Nagyon jó. Ó, add ide. Gábor, én is tegnap szedtem le ismét, végigjátszom, így negyedjére is, így magyarul elég frankú, ugye? Iszonyat eltalálták a szinkron. Nagyon-nagyon ügyesek a szinkron sarok dolgozói. Ez itt egy shortcut? Hagytad, mert... hogy egyedül harcoljak. Nem. Aha. Igen. Az emberek egy dolog. Minden mással harcolnod kell, amíg nem mondom, hogy elég, vagy meg nem halunk. Érted? Vedd ki a részed, vagy hazamegyünk. Értem. Helyes. Most jutottunk le ide ehhez a ládához, ez kisment már a fejemből. Na Gábor, neked is egy hatalmas kalappal, és élvezd minden percét az új poli végigjátszásnak, mert ez egy isten királyság. Most én ezt felvehetném, de nem mennék vele sokra, mert fullon van a spárta idő. Na ez már egy shortcut. Igen. Jól látod, fiú. Ez azért van, hogy gyorsabban vissza tudjunk jutni. Ugye most nem akar ránk támadni semmi. Akkor jó. Várjál. Nem erre. Hanem... Elveszítettem a fonalat, hogy merre az arra. Még visszamehetnék ott, ahonnan lejöttem. Ez is egy shortcut. Mi tudunk jutni erről a helyről? Persze, fiú. Kijutunk! Nem mondod! Gábor írja, hogy még amikor DSO-val játszottunk és bekerült a
Szent Johanna klánba, akkor is ezzel játszott közben, de komoly. A kis emlékek. Így, pontosan Gábor írja is, hogy ez a játék 20-adjára is egy élmény. Teljesen egyetértek veled. Nekem ez örök topsláger egyszerűen. Na Brock, mondja nekünk még egy-két vicces dolgot. Mi meg megyünk tovább a hegy irányába, oda fel a legtetejére. Kell nekem majd egy nem légypapír, hanem legyezőpapír. Ott mentünk le, ott találtuk a szuper dolgot, itt más dolog nincsen, amit ki tudnánk lootolni. Ugye? Nincs hát. Gyerünk! És erre kell mennem. Az állatodnak viszont kell egy név. Hogy tetszik a hálátlan rohadék? Hey! Hálátlan rohadék! Hozzám! Ez tetszik! Rohadjó. Na várjál! Itt mentünk le, tehát akkor erre. Az a hely nagyon ki tud csinálni. Köszi a tippet, Brock. Gyer, Atreus. Bizalomgerjesztő a környezet teljes mértékig. Hogy kiszúrtam. Erre. Óvatosan. Nincs mögötte semmi. Aha, itt okoskodni kell, ez jó. Várjatok, látjátok ti is, hogy ott van mögötte valami? Olyan a szemem, mint a sasé. Köszi Gábor, hogy te sem spoilerezel. Igen. Itt van egy kukkantóluk. Kukkantóluk! Mire jó a kukkantóluk? Nem mindegy. Megtaláltuk ezt az eldugott ládikót is. Arra nincs már más. Jó. Forgatni, lefagyasztani. Mit csinál, ha forgatom? Nincs itt amúgy más? Oda nem kéne leesni. Bár biztos vicces halál. Ott csillámlik valami. Az ott mi? Egy jel. Na, adjunk neki. Nem jó? Várjál, mi elkezdhetünk tényleg erre a villanytűzet kiosztásra. Mire kell felhúzni? Óvatosan. Várjál. Várjál, gondolkozzál. Gondolkozzál, mert az fontos. Várj meg itt. Köszi. Térd szét. Nagyon jó. Tép szét. Várjál, fordul. Valahonnan lődöz. Ja, Atreus használhatnám. Tehát a niladat. Ah!
lesz az. Megoldva. Szerintem megoldva. Na. Ó, van itt még. Felvizés megint ott van. Oh-oh. Jaj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 
Írtatok? Talán most van egy kis nyugim. Köszi Gábor, igen, igen, hogy Zsuzsi is írtam, hogy fogok rikítozni, hogyha kérek segítséget a chattől. Micsoda? Ha lejjebb vennéd a grafikát, nagyon rossz lenne a felbontás. Ezt miért kérdezed, Nicole? Mert fura levettem. Vagy nem nekem írtad? Próbálom itt visszaolvasgatni, miket írkáltatok. Mert laggol nektek most a stream, vagy mi? Mi a helyzet? Most ne ijeszgessetek, na. Eddig minden jó volt. Akkor jó, a vége jó. És igen, igen, volt csúszás, ezért akkor egy picit tovább tartjuk a streamet is, ahogy írtátok is. Mi az elején voltak itt az OBS-nek, meg a... mi az, routernek is gondjai. Ott van egy másik fagyasztó. Ó! Aha, az viszont egy láda. A ládához viszont fel kéne jutni. A tetejére. Jó van, nem kell annyira megijedni. Mindjárt rájövünk, hogy van az a, hogy van az a. Vagy nem. Mint egy picit közelebb lenne. Itt is meghalunk. Tehát akkor valahogy a tetejére úgy kell majd feljutni, gondolom én, hogy ha kinyitottuk ezt az ajtót. Na menjünk vissza, mert félek, hogy rámereszkedik. Nyugodtan, nem kell mindent egy csapásra, igaz? Igaz. Ezért csak rápróbálok még egyszer. Milyen 24 órás stream, Drive-Kill? Kész, nem, nem. Csak ha harcolsz, akkor kicsit szaggat, de nem vészes. Gábor, kegyetlenül. Ja, igen, nem vészes. Kész. Fú, már sokan mondtátok ezt a 24 órás streamet. Csí. Egyszer tényleg arra is kitalálunk valami jóságot. Most, fiú! Mi? Mi? Jó, mondjuk most már mehet, most már lefagyasztottam. Elfáradtam. Azt mondja, elfáradtam a fiú. Tehát visszahívjuk, és egy picit lejjebb eresztjük valahol, még nem sokat kell rajta ereszteni. Csak egy picit. Megnézzük. Hogy kéne? Itt tudok rá feljutni? Szerintem még lejjebb kell.
Oda néz. Nem hagyom, hogy meghalljunk. Ez a ládához, három pecsétből egy. Készek vagytok, szia jettok! Kérdezi Diesóval, miért nem játszol már? Teljesen jogos a kérdésed, mert hát már nem látom benne úgy a jóságot, vagy hogy is fogalmazzak. Kihoztam belőle annól maximumot, tele volt hibákkal, és amiatt ment el tőle a kedvem. Várjál, most én itt hova ugrom le? Én még nem biztos, hogy le akarok oda ugrani. Jegyezzük meg, hogy oda le lehet menni. De a ládához még meg kell találnunk kettőt. Ó, várja, ott is csillámlott valami. Látjátok, amit én látok? Oh, biztos ahhoz kell a tudjátok, amitről beszéltem. Igen, a lesegetős. Aha, ahhoz fog kelleni a lesegetős. Jó, de... És ott a harmadik. Pont most akartam kérdezni, hogy hol a harmadik túna. Így igaz, Atreusz, ügyes vagy. Ahhoz le kell oda mennünk, és nem itt. Milyen? Hogy lett most már 24 órából 48 órás? Berúgós stream! Vannak itt ötletek. Csípem, hogy vannak jó kis ötleteitek. De 48 órás! Szia, Jelgú! Szia, szia! Megint itt vagyunk. Nagyon jól látod a helyzetet, Atreusz. Most megnézegetjük a lesegetős lukunkat. Mert én azt gondoltam, hogy innen látszik a harmadik rúna, hát tökre nem látszik. Akkor erre rá kell jönni, hogy honnan látszik a harmadik rúna. Rá fogunk jönni. Tudjátok, majd rikítok, ha kell segítség. De még egyenlőre nem. Valahol itt volt fönt. Ott valahol ott csillámlik. Na mindjárt meglessük. Gyere, Atreusz! Még 87-szer át fogunk itt ugrani, kell nekünk az a láda. Ott van a mögött. Ha! Felhúzatom magam, amikor leengedem, akkor szerintem rálátok. Ez egy logikus dolognak tűnik, amit beszélek. Értitek, amit mondok? Na, mindjárt kiderül. Jelgújra, hallom, a DSO-ról van szó, én is hasonlóan vagyok, mint ti. Majd szülinapi megszerzem a fegyót, meg karácsonyin az égkövet, aztán csókolom. ...24 óra God of War, az a God mód. Ez jó! Dragnil is írja, hogy már ő se játszik már a DSO-val. Zsuzsi, DSO-tól már én is nagyon kivagyok, fel van függesztve. Azt a kutya felját! Na, akkor hát én nagyon sokan vagytok hasonlóan, mint én. Hát igen, Gábor, ez nagyon durva, ami veled történt, meg a mágusoddal. Kéne rájönnöm, hogy fagyasztok innen fentről. Nem is kell fagyasztanunk. Tehát megvan a láda. Ez az, mi ez? Véres, mézsörös kupa. Legendás. Véres mézsörös kupát gyűjtöttél össze egyet. Maximális hatótávolság növeléséhez szükséges háromból. Hatótávolság. Oké.
A méső egy ritka ital, amely növeli a dühöt. Tehát ne igyatok gyerekek méssört, mert dühösek lesztek tőle. Találd meg a 9 kupát, szert a világban, mágiával lezárt ládákban, minden összegyűjtött 3 kupa növeli a maximális dühödet. Ja, a spártai dühöt! A spártai dühöt, nagyon jó, oké, leesett. Köszi a GG, Zsuzsi! Oh. Jó, akkor itt megszereztünk mindent. Mehetünk Atreus. Köszi. Még egy arc, amit el tudunk adni ezüstért. Le ne essél. Na, kicsivel közelebb kerültünk a hegyhez, a célállomáshoz. Sosem voltam még ilyen közel a hegyhez. Tényleg szép. Milyen nagy. Na, gyorsan megjártad, Archie. Bárcsak anya is láthatná. Velünk van, ott van a szacsinkban. Ó, már akarta ölelni vagy fogni a vállát. Már gyere, majdnem. Fiú. Na, tér olyan szívesen innen a méssört. Aszta, milyen szoborka. Atreus nagyon szeretsz előre rohangászni, ezzel óvatosan. De aki ügyes, nem rohangászik utána, de észreveszi a 4. mágia arcot. És ez mi ez? Hm. Jó, nincs szerepe. Nincs itt egy zöld, tudjátok mi, holló, Odin titkos szeme, amit le lehet lőni. Most kijöttünk, és olyan tipik hely lenne, ahol el tud bújni, nem mindegy. Oda néz! Mit szeretném, mit lássak? Ó! Nézd! Nagyon menő! Az oldalán. Történt ez is. Mindjárt elolvashatod, türelem. Szeretek körbe sasolni. Aha! Mi van odaírva? Ahogy vagyunk, 2, 3. Ahogy egyedül sosem lehetnék. Egy rejtvény. Talán a közelben lehet a kulcsa. Hát itt a kulcs, ezt most rögtön meg is találtuk. Igenis, Atreus azt mondja, menjek le. Hiszek neki. Na láttátok, ott lesz majd nem is egy hű, hanem több fagyasztó. Kezdjük a szélén, aztán majd rájön. Aha. Ezt. Hopszi, mellé. Tehát ezt nekünk be kell édesztenünk. Tök jó! Van benne legó! Oda! Igen. Majdnem! Á, túl gyors! Meg később. De miért a közepével csinálom? Mindegy. Annak már csak egy nagyon picike kéne. Á, most meg túlment! Türelem! Forgó műtyüttem elterem, odvas. Várjál, ez nem az. Vagy, de az volt az, várjál. Igen, nem ez lesz. Hanem, talán ez lesz az. Ez az! Rúnákat látok! Jó főzés Gábornak! Jaj!
Köszönjük szépen jó kívánságokat, Gábor. Jó főzőcskézést. Fiú, mit jelentenek ezek a rúnák? Azt írja, család, ez nem a kulcs, ez a válasz, ami egyedül sosem lehetnék. Hmm. Igaz? A későddel rajzold a rúnákat a homokba. Biztos? Kiszló! Te menő! Valami történt! Működik! Nagyon atom. A odalás. Rohadt jó. Örültem Brocknak, de annak jobban, hogy elhagyjuk ezt a helyet. Már elhagytuk. Bocsi! De hát itt krákogta a fülembe. Ezek itt ilyen jelek. Ha Atreus arra ment, akkor biztos, hogy nem arra megyek, mert itt van valami. És hogy nem? Már öt mágiai arcot találtam, de amúgy... Most komolyan arra lettem figyelmes, hogy ha Atreus elrohan valahova is, van a másik irányba valami cucc, akkor tuti loot van. De nem? Ah, de jó, a füstnek, olyan mint a tűznek a pattogása. Tök jó, aha, erre volt, is kíváncsi voltam. Közel megyek az életfeltöltőhöz, mutatja az életemet, de mutatja természetesen. Szép. Nagyon szép ez a helyszín. De itt biztos lesz valami fight, mert most sok logika volt. Aha, ezek után... Harc. Fiú. Várható. Ezek a nyomok. Szerintem. Talán vaddisznó. Nem is tudom. De megtalálom. Menj. Fontos, hogy egy harcos képességei éberek legyenek. Túl nagy terület, gyerekek. Itt tuti. Aha. Mi van? De hát ilyennel már harcoltunk. Oh-oh. Valami brutál tűzsebzés rakott ránk. Hátra. Ez jó, már spártai tűz töltött a... Basszus, ez nagyon durva tűzsebzést pakol ránk. Ez nem szimpatikus annyira. És hatalmas nagy körben. Tudom, tudom, köszi, hogy mondod. Hehe, ez itt még jó lehet. Ajaj, de miért, miért mindenki engem támad? Támadjátok a nagy óriást! Nem jó, tűzsebzés! Tűzsebzés! Támad! Hátra! Hátra! Hát persze, de most komolyan! Nektek is itt kell lennetek? Ó, spártai dűk, várjál, spártai dűk. Spártai dűk, császtok, nem érdekeltek. Be spártai dühözöm magam. Nyom már be a spártai dühöd. Ez az. Szétverem a seggét, gyerekek! A szív, futi, futi! Jó-jó! Tüzelnek mögötted! Kösz! Hol van? Hol van? Hol van? Ja, látom! Itt van az! Nem jó?
De hallottam, hogy itt megyöröksz. És még mindig vannak. Nem hiszem el. Mindjárt meghal. Tarts ki, fiú! Ez tökre mellé ment. Lőjed, lőjed! Köszemeltik, használhatnám. Ez az. Menj, 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 menj. Mit kell nyomni? Középsem. Hanyadik boss fightunk egy stream alatt? Sokadik szerintem. Végre vége. Ez mi? Erős súna támadás. Né, persze, hogy megtekintjük a menüben. Mutassak? Megsemmisítő támadás a határ hatókörzetedben, amely robbanás sugarán belül minden ellenséget megfagyaszt. Ó. És elég jó a sebzése. Hát hogy a viharban eraknánk be? Azt mondja Q és elkontrollna. Ez nem lesz nekem jó, ezt tuti át fogjuk állítani. Bár ugye mondtam, hogy a 3-4-5-re mondja, azt is megjegyezhetném, de azért ezt biztos, hogy át fogom állítani. És ott is van, látjátok? Megjelent a fejszínkben. Ivaldi üllője. És akkor ez ennyi. Jó. Fejleszteni is tudom. Ja, XP-t tudok rá költeni, de várjál, hogy választom ki, hogyha másikat akarnám fejleszteni? Ezt. Aha, az több kábítást ad. Én a sebzéssel lennék előrébb. A másik mit ad, hogyha fejlesztem? Fagyasztást? Családi ékszert meg nem tudom fejleszteni? Most esik le ez a fordítás. A családi ékszer. Hát annak már annyi. Jaj. Bűbáj foglalatokat tartalmazó páncélt viselsz. Jó van. Há, gomb itt is. Igen. Igen. Kitartás szimbóluma. Adott nekünk plusz 2 védelmet, és kaptunk érte acsit is. Achievementet. Most én nem akartam innen, hogy ki gyere. Várjál egy pillanatot. Ó! Erről nem szólt nekünk a fáma, hogy skill pontok lennének. Erről még nem tanított minket a játék, de nem? Tuti, hogy nem. Szia, Dementor! Szia, szia! Micsoda, óriás, hogy gyújtó. Ja, akivel harcoltam. Bizony, bizony, eltángálod a trollpapót. Igen. Jaj. Tűzről pattant troll volt, meg kell hagyni. Jó. A zongorista jó filmácsi. De igen, az is igaz, amit Zsuzsi ír, hogy meg kell válogatni az ember, mikor néz szomorú filmeket, vagy utána kell nézni, akkor valami kis vicceset is. Na, skill pont. A Leviatán feltöltéséhez és becsapódáskor fagyási sérülést okozó robbanás létrehozásához céloz és tarts lenyomva a kontrollt. Tehát ha sokáig tartom nyomva, akkor fagyaszt. És hol mutatja? Ja, akkor nem skill pont, hanem lényegében... De ott az XP-t tudom elkölteni arra, amit szeretnék. Pontos fejszedobás végrehajtása után gyenge pontokra, vagy fejbe. A Leviatán fejsze visszahívásához a villanás közben nyom meg az R gombot, így lehetőséged nyílik újabb dobásra, vagy közelharci támadásra. Amely az ellenséget érve egy robbanást és fagyási sérülést okoz. Atya, gatya. Akkor van itt közelharc. Súlyos sérülést okozó brutális hasító fejszetámadás.
Ja, ez az erősítés. Amit annyiszor én nem igazán használok. Többször eltálló fejszetámadás, ez egész szimpatikus. Úristen, gyerekek, itt rengeteg van. Ez tetszik. Hogy osztom ki? Há! De jó, ez még szokatlan. Rang. Jó, ezt megvettük. Nem jár további bónuszokkal. Kitérés közben gyors fejszis támadás. Hű, azt nézzétek, de tényleg mennyi van itt. Kombináció, erős támadás. Aha, aha. Menjünk csak ehhez vissza. Mert ez tetszett, hogy sokáig nyomva tartom, és akkor lefagyasztja őket. Sok mindent fel fogunk itt oldani, az biztos. Ezt old fel. És most kifogytunk. Atreuson is tudunk tölteni, azt nézzétek. Meg majd a Úristen! Meg még a páncélunkon is. Hát ez kész. Hát ez rengeteg. Megnöveli a reflexi tüzelési sebességét. És a sebzését. Ezen is kell majd töltenünk. Jó. Amúgy miért jöttem én ide? Ja, páncélba akartam megnézni. Ez rohadt bonyi, tehát meg tudjuk nézni Kratosnak is, meg Atreusnak is a páncélzatát, és akkor különböző rúnákat tudunk belepakolni. És itt tudunk választani, hogy melyik legyen benne. Megnöveli az erőt. Ez a gyászruhája, ez tökre... Ja, hát ad erőt, védelmet és szerencsét is. Ez meg ad védelmet. Ez rengeteg erőt ad, és ez nekem nagyon szimpatikus, meg nagyon sok védelmet. Hát, hogy a viharban -e? Ja, de ez van rajtunk. Ezt vettük meg a csókától. Tényleg. És akkor meg tudom nyitni utána a foglalatokat. És ki tudom szedni belőle, amit beleraktunk, a plusz 2 védelmet, ha nekem az nem tetszik. De nagyon más nem is tudunk belerakni. Tök jó. Jó, azt hiszem most kezdem átlátni ezt a cuccos. Alkarvédő. Hát, ez egy picit többet ad. Egyszerű fekete kesztyű, amely egy szeretett személy elvesztését szimbolizálja, vedd föl. Nézzük meg, van-e foglalatunk, amit bele tudunk helyezni. Nincs. Jó, most kezdem átlátni ezt a cuccost. Itt ez megint jobb, felvesszük. Foglalat. Nincs foglalat. Jó. Ez mi? Korszakok szerencséje. Igen. És ebbe se tudunk semmit rakni. Jó, tehát megnéztük Kratost, nézzük meg Atreuszt. A remény tunikája, vagy a halál esküjének tunikája. Gyengeség feltárása. Nagyobb sebzést, hát akkor ezt berakjuk, persze. Na. Hú, mennyit írtatok, azt a mindenit. Szia, 7212XY, KH. A bullator zenét én se csípem, Ácsi, azzal teljesen egyetértek veled. Az engem is ki lehet kergetni a világból. Na, oda nézzetek, megint egy ládikó. És most már mindjárt idő van. Ezt a ládát itt. Még kinyitjuk, jó? Mit jelent? Itt. A három Nornir. Nornir. A sorsok. A sorsok. Azokból semmi jó nem származik. Rendben. Aha. Ez még időre kell még pluszba. Te. Hogy egy, kettő. Tehát kettő megvan, két rúna. Verizd a harmadik. Ott. Aha. Figyelj, és tanulj. Vagy ne.
Jövőre sikerül, gyerekek. Az igen, és közben észrevette a fél szemem a hollóságot is. Az komoly volt. Az komoly volt. Megint találtunk egy almát. Na. Azt mondja, hogy itt lehet elméletileg menteni. Mentés. És ez volt az, amikor elítgattam a hangerőt. Ezt szeretném felülírni. Igen. A gázló. Itt tartunk most a gázlónál. Na. Mit szóltatok a mai streamhez, a mai részhez, a God of War részhez, amit folytatunk pénteken? Hú, én iszonyatosan élveztem. Az elején az a pillanat, hogy ezt megcsinálták, a zene, fú, hidegrázós volt, és a harcmechanika. Jó, rá kell érezni, meg nekem át kellett állítanom egy-két gombomat, hogy kézre essel. Mert az a... azt nem is tudom, ki találta ki, hogy az elkontrollal céloz, ez tök hülyeség, amikor minden játékban az egérnek a jobb gombjával szoktunk célozni. Tehát ez tök fura, mindegy, átállítottuk, és szerintem egyelőre baromira kézre eső. De hogy ez a történet, és hány boss harcunk volt 3 óra leforgása alatt? Volt 2 nagy izé, amit az egyiket elneveztétek öngyújtónak. Akkor volt a mini boss fight, ami nem lett volna boss fight, csak nagyon erős volt az ellenség, ugye a lila volt az élete, az már 3. Ja, hát volt az idegen, az 4. Volt a legelején, aki kapta a szarvast, az 5. Tehát 3 óra alatt 5 boss fightunk volt, azt a rohadt. Na, miket írtatok közben? Nikolire, szuper voltál, köszönjük a streamet, de cuki vagy, meg cukik vagytok, köszönöm szépen. Annak örülök, hogy a ti is élveztétek. Mondom, egy kicsit, még mindig 34 fokot mutat itt a hőmérő, tehát egy picit itt meleg van, de hát ez látszott rajtam, viszont mit se vett el a játékélményből, mert örök top egy a God of War, de komolyan. Na, 7212XYKH írő, de nyomod! Nagyon jó volt, és Fincsi bár csak a végét láttam. Vissza tudod nézni, 7212XYKH, simán vissza tudod nézni, de nagyon-nagyon szépen közébe kukkantottál a végére. Zsus is írja, hogy köszi a streamet, nagyon jó volt. Mi volt annál lejjebb úr állomás? Na! Tehát akkor, mit akarok még nektek mondani? Pénteken fogjuk folytatni, tehát a God of War sorozatot, mert most ugye ennek 1000-rel nekiugrunk, és hát szerintem gyorsan végig fogjuk így közösen játszani. Most főképp erről fognak pörögni a streamek, aztán majd visszatérünk szépen a Dying Light végjátszásra is, illetve ugye az Assassin's Creed teljes végjátszásra is, de pénteken ezt pörgetjük tovább, aztán valószínűleg jövő héten is lesz minimum 2 adás belőle, ha nem több, majd meglátjuk. És baromira élveztem, és köszönöm nektek, az elején volt ugye egy kisebb fennakadásos di, de hát így ez izgalmas, nem? Én nem kicsit voltam be. Igen, hogy féltem, hogy nem tudunk odofvórozni, amiről már este is álmodtam előző való este, hogy ú, de jó, végre játszunk együtt. De hál' Istennek sikerült. Írtátok, hogy néha volt egy-két lagkolás, azt majd megnézem stream után, hogy mennyire volt elviselhető. Viszont nagyon közelítünk szeptemberhez, mert hogy szeptember elején érkezik az új gépem, ami így nem nagyon fogja meghatni a God of War se, meg a Diablo se, tehát gyönyörűek lesznek a streamek, és minden szuper lesz, tehát még arra is készüljetek. És ma akartam még valamit mondani? Azt hiszem ennyit. Miket írtatok? További szép estét kíván Zsuzsi! Aztán... Zsuzsi írja, pedig én végig fújtalak, meg legyeztelek. Köszi szépen, Zsuzsi! Este nem csokizom, csak reggelente. Köszönjük, Nikol, ezt az információt! Roland írja, jó kis stream volt a meleg ellenére. További szép napot, sziasztok!
Ácsi, aki még mindig elevezett Odettnek, ez kész. Na, nagyon szépen köszönöm nektek, mindenkinek szép estét, kitartás a nagy hőségben, és találkozunk pénteken. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!